Kedves nézőink, hallgatóink, Jós Ferenc vagyok, és önök az Eventus Podcast stúdió műsorát nézik és hallgatják. Aki könyvet olvas, maga idézi fel a látványt. Maga teremti meg a hangokat, maga alkotja meg a mozulatokat, az arcvonásokat az érzelmeket. Maga alkot, meg mindent, ami több, a puszta szónál. És aki a legcsekélyebb örömét feleli az alkotásban, annak olyas valamit nyújt a könyv, amit a televízió soha, mondja Iszak Asimov. Ezekkel a gondolatokkal köszönöm a kedves nézőket és hallgatókat, és nem utolsósorban a mai vendégemet, Győri Attilát, Isten hozta mi nálunk. Köszönöm szépen, én is köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Igen, nézőket és hallgatókat Igen, is. ezt most tudtam meg, azt hittem először, hogy ez egy ilyen rádiós, tehát ez ugye ilyen, ilyen online vonal, ez akkor egy 20 nullás erzió, tehát ez, ez, számomra is meglepő, érdekes lesz. Reméljük, hogy érdekes igen, lesz. Igen, érdekes lesz. Már eleve abból kifolyólag, hogy amikor készült a műsorra, azonnal szembe ötlött, hogy a Komáromi gépipari iskolában érettségizett, és hát most tudtam meg, hogy az osztályfőnök egy kis Ibolya volt, aki szintén nekem is az osztályfőnök, most utána való évfolyamnak. Így van, így van. Akiről nagyon sokat mesélt hogy ők milyen jók voltak, és mi milyenek. De szerintem ő mindig ezt a évről évre vagy a negyed évente, vagy négy évente biztos ezt elmondta, tehát hogy rendbe hozzon minket, tehát hogy valahova Besorolunk. besoroljunk. Tehát, <t> igen, igen. Lehet, de a legutolsó iskolai találkozón, ami nemrég volt, ugyanezt mondta, hogy ő mindig mi voltunk a legjobbak. A. Tehát a. jó év kapott. Politikusnak kellett volna mennie, lehet. Ja, lehet. Nincs ezzel gond. Kicsit mondok magáról valamit, pár gondolatot, és utána pedig ön fogja elmondani, mi is történt önnel, hiszen az a legautentikusabb, ha mindig a vendég mondja el, nem én szólítok száraz tényekre. Hát ön 1967. január 30-án Dunaszerdején született, a Komárami Géppari Szakközépiskolában érettségizett 1985-ben. Ezt követően hajókormányos, majd hajós kapitány is volt, később rövid időre a Kaligram könyv és lapkiadaló könyvjelesztőjegény is lett, lett, de 1996-ban megalakította a családi könyvfogót, melynek azóta is igazgatója. Tehát bevezetőben ennyit önről. És akkor én szeretném elkezdeni 1967. január 30-án, amikor is kinyitott az ön életének a történelemkönyve, amelyben sok minden íródott, és az, hogy mi van abban, az csak ön tudja. mesélni nekünk arra. Mi lenne az a fontos a, a életemről? De számomra az a fontos, hogy 1967-ben, megszületett, gyermekévek, iskolai évek, és hogy jut el egészen a könyvig. Ja, igen. Hát és persze a hajós kapitány évekről is kell beszélni, mert igen, az, az, igen. Sem, az sem maradhat ki a beszélgetésünkből. Én a, könyvek, a könyvekhez mind ugye nagy, már körülbelül a másodikba kezdtem el olvasni, és utána pedig ilyen szenvedélyes olvasó lettem. Mai napig? Mai napig is olvasok, tehát a könyv az, az hozzám tartozik. És beiratkoztam a könyvtárba, és ott is lelkes rajongója voltam a könyveknek, és azt lehet mondani, hogy az alapiskolában is már, én emlékszem, hogy, hogy ez vagy jön, vagy nem jön. Tehát ugye az ember valakinek van valamilyen adottsága, mit tudom én, vegyük a focit, tehát az kimagaslik a többiektől, tehát nem csak itt ingli focgó Hát akkor ő belőle focista lesz. Vagy mit tudom én, elküldi a apukája, mondjuk egy zeneiskolába, hozzányúl a hangszerhez, ránéz a szakember, és azt mondja, ebből zenész lesz. Tehát én belőlem hiába vittek volna, tehát nyomták volna ezt a vonalat, hogy legyek belőlem zenész, legyen belőlem zenész, de valószínűleg, hogy az zsákutca lett volna, mert azt tanulni kell. Tehát a zenét azt nem én részemről, az nem tanulni, azt érezni kell, hogy, hogy azt érzi, valamilyen adottsága van hozzá. Én pedig úgy látszik, hogy az adottság az írással kapcsolatban jött az olvasót, ugye az ember olvas, 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 és tízből szerintem nagyon sokan, tehát nagyon sok olvasóban előjön egy ilyen fajta késztetés, hogy írjon először ugye verseket, mert azt gondolja először, hogy hát majd írok egy verset. József Attila pedig menjen tehát nyugdíjba. Áru, nyugdíjba. Aztán rájön, hogy ez nem olyan egyszerű, vagy akkor próbálkozik valaki egy, mit tudom, egy prózával, vagy novellával, vagy egy regénnyel. Hát én, én emlékszek rá, hogy talán már negyedikben kezdtem foglalkozni. Alapiskolás évek? Alapiskolás koromban írtam ilyen biciklis bandáról, ahol a gyerekek itt jöttek, mentek, én eperjesen nőttem föl, mind ugye a rokonoknál, mind, mind városi gyerek, akkor én ott bandáztam 10-11 évesen, és ezeket a élményeket próbáltam megírni, ezt mind persze a fióknak írtam, és kézzel természetesen egy írkába. Egy ideig. Egy ideig, és meg is írtam, de hát senki nem olvasta. Ki akarna olvasni egy 10 éves gyereknek a Akon szövegét, amit beleírt két Két teljes oldalba, tehát két teljes írkába írtam bele. Képes voltam egy nyáron írni. És aztán így szép, lassan, ugye már aztán jött a az ipari, mert én hajós akartam lenni, apám is hajós volt, tehát onnan jött az ötlet, elvitt többször hajóra, és amit ott láttam, az megba, megvadított, megrészegített. Hogy Annyira? Az, az, az abszolút. Tehát hogy az ember 1980-ban vagyunk, 1970-es években, mondjuk ő biztos, hogy a ma most már tudom, hogy az nem volt olyan egy ilyen egyszerű, hogy lemegyek a Fekete-tengerre, apám a Jugoszlávián keresztül, amikor fél Szlovákia azért vezet, hogy nagy szó legyen, hogy kimentek Jugoszláviába, a tengerpartra, én meg csak úgy mentem, tehát a hajón keresztül. Biztos voltak sok lépések, hogy megtehettem, de a végén hajó, hajóra kerültem, egy kereskedelmi hajóra. Egy nyár alatt, két hónapig lementünk a Dunán le, föl. Hát, amit ott láttam, az a, az a életstílus, az a, az a élet, az a szabadság, amit a hajón az ember tapasztal hogy ugye lementünk a Dunán, Magyarország, Jugoszlávia, akkor még nem volt Horvátország, Jugoszlávia, Szerbia, végig Románia, Bulgária, a végén most Moldávia, Ukrajna, hát akkor dehogy volt Ukrajna meg Moldávia, akkor még Szovjetunió volt, volt, igen. Hihetetlen. De ménye, ez már még. az iskolás évek után volt? Nem, még közben? Még közben, még akkor még csak alapiskolás voltam, ilyen hetedikes, nyolcadikos, és akkor megrészegített, és mi akarok lenni. Hát én nagyon jó voltam történelemből, tehát engemet várt a gimnázium, tehát én kitudt többet a Szovjetunióból, meg mindenféle ilyen történelmi víz és különböző ilyen iskolai. Én országos bajnok, bajnoki szintre jutottam, tehát egészen eljutottam na nagyon komoly szintekig, és legjobb voltam a, az osztályban, az évfolyamban, a Gorki iskolába jártam abban időben, és mellékszálként pedig a magyar szakos tanárnőm már felfigyelt rá, hogy voltak külön fogalmazások, hetedikben, nyolcadikban, és nekem külön adott. Tehát a osztálynak adta, hogy ezt írjatok, mit tudom én, az őszről egy fogalmazást, nekem pedig nehezítette. És így visszamenőleg így hallottam, hogy, hogy ő, ő, úgy mond, hogy nem, hogy sokkolva volt, hanem nagyon-nagyon tetszett neki, és a fogalmazásaimat fölolvasta. A osztály előtt? Osztály előtt, meg a többi osztályban is. De így ebben nem tudtam mit kezdeni, tehát hogy ez sakmat, kész, oké. Okay. És utána pedig ugye mindenkinek nagy, megdöbbenésére nagy megdöbenésére én ipariba akartam menni, mert apámnak mondtam, hogy én szeretnék hajós lenni. Ő pedig úgy gondolta, hogy nem úgy van az, hogy ez nem a hajózás az nem olyan volt abban a 80-as években, ugye, hogy, hogy oké, okay, elmegyek ácsnak, akkor ács veszek. Ja. Tehát ott belügyminisztériumi szint, átvilágítás, ott ugye ha hajós az ember, akkor elmehet Ausztriába, elmehet Németországba, nyitott a tér, lemehet Jugoszláviába. Ugye a legnagyobb félelem az volt, hogy, hogy mondjuk dezer, tehát, vagy, hogy még dezertál valaki, igen. ez nagy divat volt abban az időben. Legfőképpen ugye Magyarországról nagyon szépen tudtak, tap, tehát átment valaki Azt Magyarországra, igen. és hogyha valaki nagyon ki akar tudja menni, akárhova Amerikába, akkor valahogy megpróbálta átúszni a Dunát, vagy mit tudom én, és akkor már Jugoszláviában volt, ott mások voltak, a, más volt a ritmus, és akkor már, már, akkor már kint is volt. Mi pedig ott mentünk át egy egész három napon keresztül, tehát úgymond tehettük volna, de hát ki akart volna a közben, tehát, ennek, tehát ilyen szép szempontból. Még térjünk vissza az alapiskolával, amikor az ipariba ment, a tanárok meg voltak lepődve? vagy? No, nagyon, hát én teljesen hülye voltam, egy sötét ágyú csöve voltam, matekból, meg fizikából, én nekem ebből majd nagyon gondja. Én kitüntetett voltam, magyarból, meg, meg történelemből, meg ezekből a humán voltam ráállva, és ha mondjuk, ha nem kapok geller, tehát hogy mondjuk nem besznek föl, vagy apám azt mondja, hogy ez hülyeség, hogy hajós akarsz lenni, akkor én most szerintem valahol Ázsiában vagyok, a Sejem úton, vagy a Kirgizisztánból, vagy legfőjebb mondjuk Ulánbátor környékén, és a, a mondjuk a magyarok sztyeppei kultúrájával foglalkozok, meg ilyesmi, meg a sámánokkal, meg, meg ilyen, tehát kultúrantropológus. Tehát nekem ez volt az álmom. De ugye másfelé vitt az utam, így kerültem a ipariba, ahol elsőben majdnem meg is buktam. Mert úgy vettem a dolgot, mint mind alapiskolába. Tehát ugye ötte az adást a, az agyam, de mégse, mert teljesen más volt ott a ritmus, ugye? Tehát igen. Nem, ott már nem a humántantárgyak voltak a a fő cél, hanem mechanika, gépészet, műszaki, rajz, matematika, stb. stb. És egy falnak ütköztem, csupa négyessel, ahol kegyelemből átmentem, ugye éppen beszélgettünk is róla, tehát ott van, voltak nagy nevű, kultikus nevek, mint a, mint a Botos Szabó tanár úr, Igen. úr, aki a gépészetet, műszaki rajzot, stb. tanította. És nekem azt mondta az akkori tanárom, hogy ide figyelj Győri Attila, én tégedet átengedlek, hogy én nem akarlak tégedet itt megbuktatni szerencsétlenségre, hogy egyet. Majd tégedet meg fog buktatni a szabó tanár úr. És én akkor végem volt. Tehát én, én elsápadtam, mert akkor olyan olyan dumák mentek, hogy ő 14 embert kivált. Tehát, hogy ő egy igazi raptor, tehát, hogy végül. És, és akkor én elkezdtem tanulni. Rettenetesen. Muszáj volt. Muszáj volt. És másodikban, fél évbe pedig... E, a tanár, én még most is így libabőrös leszek, mikor, mikor ugye kérdezte a gépészetből, hogy Győri fiam, te egyes és kettes között állsz, így fölzúgott az osztály, ja. hogy, hogy én meg mondom, úristen, majdnem megbuktam tavaly. Most meg. Most meg, hogy, hogy miért akarsz, és mondom neki, nekem jó a kettes. És azt mondja, nem, nem lesz az így jó. Hogy azt mondja, nagyon kemény volt a tanár, tehát azért volt ilyen kultikus. Azt mondta, hogy aki ilyet mond nekem, hogy egyes vagy kettes, és nem biztos abban, hogy, hogy nem akar előre jutni, hogy nem akarja, és ez különben ezzel a egy mondattal egy milyen tartást tudott adni a iparistának, nem hiába lett alma mater a ipari, azt mondta, hogy, hogy azok, akik nem akarnak előre jutni, és nem akarják az egyest, és te azt mondod nekem, fiam, hogy kettest akarsz, akkor én föltételezem, hogy te nem is vagy lehet, hogy kettes, hogy te itt lottózó, lehet, hogy hármos vagy, lehet, sőt, hogy négyes. négyes, akkor gyere szépen felelni a kettesért. Tehát mikor egyes-kettes között voltam, majdnem kaptam egy egyest, és most már leszfordultam a székről, ja. mert hogy nem, hogy kettes megkapom csontra, vagy csont nélkül, hanem most már a kettesért kell felelnem, és hogyha nem fogok megfelelni, akkor hármas kapok, sőt, akár még négyest is. Tehát beleestem a saját hukamba. Ott ástam előtte. És így... így Kettest megkaptam. Tehát, De ez jó volt a jövőt tekintve? Persze. Uh, utána én egyik kedvenc tantárgyam lett, ugye éppen beszélgettünk még az adás előtt is, hogy én műszaki. Uh, ott uh, annyira megtetszett nekem ez, a, ez a, amit tanultunk, hogy én tulajdonképpen, mint műszaki rajzolónak képzeltem el magam. Tehát el, el, elmosódott az a, az a kép, hogy én hajós leszek hanem én... Inkább hajó tervező. Hajó. Valami ott ilyen, hogy rajzolgatok meg. Minden úgy nagyon-nagyon elképzeltem a jövőmet, hogy én, én ott fogok majd rajzolgatni. szuper innen. lesz. És ugye ezt is mondtuk, hogy a tanárnő meg jött a érettségén, hogy van egy jó hírem, meg egy rossz hírem, hogy a jó hír, hogy mindenkinek sikerült az érettségie, de gyerekek, 80-as évek közepén vagyunk, megszűnt egy szakma, megszűnt a műszaki rajzolás, mert begyött az első számítógép, ami persze nem az, amit most van, hogy egy ember előveszi a laptopját, hanem bevittek minket egy ilyen nagy terembe, és ott mutattak meg ké, három vagy négy szekrényi óriási bödönöket, és mondták, hogy ez a számítógép, és ez lesz a jövő hogy képzeljük el, hogy ez olyan lesz, hogy, és akkor mondták, és mi meg nevettünk, hogy micsoda hülyeség ez, hogy kinek van ekkora szobája, hogy, hogy, majd itt, majd, hogy majd, majd pont, hogy a hálószoba mellett lesz egy ilyen számítógép, de hát mellette voltunk nagyon, tehát, hogy, ja. hogy a jövő, az meghazudtolta minden álmunkat. És akkor ugye ott voltam, ott a katonaság, ö, én elmentem páncélosnak, páncélos vezető voltam, és utána pedig visszajöttem, és akkor ebben a nihilben, ebben a két éves ugye hadsereg után kerültem a hajózáshoz. Hogy, én... hogy lett önből hajós kapitány még? Úgy, hogy én, én mindig mondom, hogy én olyan vagyok, mint üli Jimmy, a rejtőregényekből, hogy jó helyen vagyok, jó időben. Tehát ugye Fülik Jimmyből is király lett. Igen. <laughs> mert jó helyen volt, jó időben, és úgy is várták. És szerencse is kellett. És szerencse is kellett, mert ugye én elkezdtem ö, matrózként kezdtem ö, működni, és én ott, ott kezdtem dolgozni. Az ember rá, rááll egy hajóra, és akkor ott matrózkodik. Tehát a kötelekkel dolgozik, festi a hajó, teszi-veszi a dolgát, és ugye E, mellékszárként mondom, hogy ugye 90-es években vagyunk már, és mellette a, megnyitották, ugye kezdődött ez a Rajna Majna csatorna sztori, megérkeztek, a, ugye kinyílt a világ, tehát a régi szocialista tábor az hirtelen ugye nyugatos kapitalista rendszerré vált, e, óriási piac nyílt meg, itt is, ott is, amott is, megjelentek a nagy cégek, a Dunán, ezek a, ezek a ö, ilyen luxus dunai ö, hotelhajók, és hát ugye a dunai hajózásnak, a szlovákoknak az egy nagy hatalom volt nekünk. A szlovákiai, a akkor még akkor még. Igen. volt 30-40 hajónk, azon kapitányok voltak, de nagyon jól elszippantották a kapitányainkat. Úgyhogy... Hát jó kapitányok voltak. Jó kapitányok voltak, akik ismerték az Aldunát, és írtózatos pénzeket adtak. Tehát abban az 90-es években, mit tudom én, az átlagos, nekünk nem volt nagy ö, ilyen, ilyen óriási pénzeink a fizetésekbe, és mit tudom én, négyezer koronát keresett egy kapitány, vagy ötezer koronát, tehát úgy, kezeltek, úgy kezelték az emberek a, a hajózást, vagy a minisztérium, én mondjuk mondjuk, mintha valaki sofőr lenne, vagy bármi. Igen. És akkor hirtelen jöttek a németek, és akkor azok adtak 3000 márkát, úristen. Tehát azért az egy vagyon volt, az óriási pénz volt. És a, akik tehették, akik jól beszéltek németül, vagy valami, azok el is mentek. Én pedig akkor már, én akkor ugye szimultán voltam matróz, és ajánlották, hogy lehetnék kormányos. Ez a harmadik tiszt voltam, ami vezeti a hajót. Meg kellett tanulnom 1800 kilométert. Tehát ugye van egy Duna, és ott az ember úgy megy, ahogy mind, tehát, mint a Dunán, hogy egyszer egyik oldalon, másik oldalon, középen. Tehát mi, hogyha az ember azt mondaná, Dunaszerdei, menjél, menjél el Pozsonyba, de vigyázz, az úton he helyenként aknák vannak. Ha rámész, akkor annyi neked. És akkor ki kell kerülni. Tudni kell, hogy Gelénél jobb oldalon van öt akna. Akkor átmegyek a másik oldalra, utána mit tudom én, valahol Somorján, csak középen mehetsz, mert két oldalról vannak aknák. És tehát ezt honnan én... tudták? ez tapasztalati, és meg kellett tanulni. Tehát két évi van valaki a hajózásnál ilyen harmadik tiszt, ő a tanuló. Ő rá figyel a második tiszt és az első tiszt, kormányos tiszt. Hogy tanulni a dolgokat? Igen, igen, tanul. Kaptam egy brosúrát, amiben tanulni. Tehát láttam a Dunának a helyzetét és a pozíciókat, hogy hogy kell menni. És ezeket tanultam. Először, először térképen, térkép után, hogy látom, és utána egyre keményebben. A második évben már, már, föl, már éjszaka is jöttem, és állandóan, miközben ettem, ettem a ebédet vagy a vacsorát, állandóan nagyon kemény tesztekkel. Tehát nem volt, nem volt szabadon, leültem, és elém valamit. Kérdés, 999, mondta a kapitány. És én nekem válaszolnom kell, 999-es ugye a Dunának a pozíciója. És akkor mondtam, 999, az grebeny, ö, ö, mit tudom, hogy konkáva, tehát a konkáva, ugye, konkáva, konvexa, hogyan megyünk egy hajóval, mit tudom én, négyezer tonnával megnyomva, hogy csináljuk, hogyan térjük, el kellett mondani, hogyan veszem be a kanyart. Vigyázni kell, hogy mekkora nyomásat a Dunának, ki nyomjon a szélire, valami történjen. És végig. Utána pedig főkettünk föl négykor, fölkettetek négykor, hogy menjek föl, főmentem, és akkor. Radarról kellett vezetni a hajót. Tehát, hogy láttam a Dunának a pozícióját, és meg kellett mondani, hogy hol vagyok. Tehát fölkeptem hajlani négykor, valamikor, és akkor ilyen dolgok voltak. Ha most látom a Dunán úszó hajókat, akkor nem is olyan egyszerű, hogy az ott úszik, és azt a kanyár beveszi. Nem is, igen igen, mert, kívül a mert a gondoljunk el, igen, igen. Gondoljunk el, hogy egy hajó, karaván, ott van a hajó, a remorkér, a tolóhajó, igen. és mondjuk előtte van két slep vagy négy, négy slep, vagy hat slep, attól függően, hogy milyen erős a, a, hajó. Mondjuk egy ilyen Romániába készült, a Gyurgyúba készült hajó, azok, azok böhöm nagy erők voltak, azok eltoltak néha 5000-6000 tonnát. Olyan sokat? Igen. Visszafelé, visszafelé ezek bírták, ezek 5 km, 5 km per óra alatt már nem mehetett, de 5, de 5 km per óra hegymenet, tehát folyással szembe képes volt menni egy ilyen hajó. Na most akkor tonnát. Ö... 5 km per óra. Az, az, döbbenet. az döbbenet. nem unalmas egy hajós kapitánnak? Én még, na, a, én kormányos voltam. Vagy kormány, bármi voltam. Egy, egy hajó utazónak. Igen. Én megmondom őszintén, én nem szerettem soha dolgozni. Tehát én még a, tehát úgy, hogy dolgozni, én nekem a Fizikálisan. Halálok, fizikai, -a, én nem, én ilyen, ilyen Tehát kopácsolni, vagy valamit, í, az, az én, én kapár, ilyen vagyok a feleségem, még most is ő intézi ezeket a műszaki dolgokat, én spekulálok. Én, én imádok spekulálni. Én mikor hajón voltam, és ott dolgoztam a kötelekkel, azt imádtam, de hogy festegetni, meg csinálni a dolgokat, és így néztem fel ott a csífre, tehát a kapitány a csífre, és ott jaj, mondom, milyen jó lehet ott ülni a fedélzeten, agyalni, figyelni, hogy merre megy a hajó. Én nekem ez volt. És végig így nekem, nekem ez jön be valamiért. Én Mantiner vagyok, ahogy mondják. Az, ja. az a csehek, hogy Mantiner, visszapattan rólam a munka, hogy megfogni, tehát ilyen két nem. Én nem vagyok, tehát a feleségem pedig ezen öreget bajlódik, mert ő neki apja, meg ez a ellentéten volt, ez a ezer mester. Tehát egy mit tudom, én látta, hogy, 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 mit tudom, hogy, hogy valaki rakja le a csempét, más és már, már ő lerakta, meg ács, meg villanyszer. Én nem, tehát én nem vagyok ez. És így kerültem a hajóra is, hogy, hogy én egyszerűen tolódtam inkább arra felé, hogy én elvezetek egész nap. Én imádtam. Imádtam. Ott ültem a hajón, jöttünk vissza, ruszcsuk, ugye russze, Elindultunk reggel, mikor ment le a nap, hátra néztem, még láttam a szülétjét, ment 5 km per órával, tehát az egész nap ment a hajó 10, az 50-60 km, pont ilyen hosszú ja. a Dunának a szakasza, nincs, nincs kanyar. Hátra néztem, és ott volt még a város ja. egy nap után. Én, és így szeretek így, hogy vezetem a hajót, Ugye lassan megy, persze, de azért csak lassan megy, figyelem a utat, botkormányra vezetem a hajót, közben ember megy a agya, és én akkor ír, kezdtem már írni is. Tehát, ugye, Tehát volt a... idő rá. Volt idő rá. Én akkor voltam a legaktívabb írás szintjén. Én nekem az úgy bejött. És ugye kormányos lettem, és azért mondom, hogy jó időben jó helyen voltam, mert hirtelen elszippantották a németek, meg osztrákok, meg a svájciak, meg a mindenféle uh, hollandok, nyugat-európaiak elszippantották a jó kapitányaikat, és egyszer csak azt vette észre a Dunai Klubba, ugye a Dunai hajózási vállalat, hogy itt van a sok hajó, de kevés a kapitány és akkor kitalálták azt, hogy milyen jó, itt van ez a új generáció, mint mondjuk én, hogy kormányos, mert azelőtt úgy volt, hogy volt a kapitány, és voltak külön kormányosok. És akkor milyen szuper, egy ember megcsinálja azt, hogy tud vezetni hajót, és még kapitány is. Tehát egy személybe. Egy személybe. És akkor majd ezeket kineveljük, és akkor lesznek kapitányaink, akik vezetik a hajót, nem kell oda első tiszt, meg második tiszt, meg parancsnok, ja. meg minden. Három embert mindjárt ki tudnak szanálni. Ki tudnak így bekelni. És akkor egyszer csak szóltak nekem, meg egy csomó fiatal srácnak, hogy akarunk-e kapitányok lenni. Hogy ugye ne. Visszakötve, <laughs> visszakötve a, a tanár úrnak a, a mondását, amit másodikba bejegyett a retinából. Ja. Persze, hogy. Megyünk, lépünk előre. Azt se tudtam, úristen, tehát akkor voltam 25 éves, 26 éves. És abban az időben azért, amit láttam, meg amit apám is mesélt, hogy valaki elkezdett 20-21 évesen, mondjuk kezdte a szakmát, hogy matróz lett. Valamikor 45 éves, tehát ez a 70-es években ez nem így volt. Tehát azért mondom, hogy tehát ez egy eltelt. őrület volt. eltelt 20-25 év, amíg, amíg megtanulta azt, hogy a mit jelent az, hogy matróz. Milyen az, hogy 7-8 évig vagyok kormányos, vagy mit tudom hogy stuart vagyok. Hogyan kell kezelni a kikötőkben a cuccot? Mennyit tesznek a hajó... Minden meg kell tanulni. Ugye ott van 12 ember és azt meg kell mindent tanulni, és kis kell lenni, mire az ember 45 évesen azt mondja, hogy én kapitán vagyok ennek a hajónak, én ezért felelek. A legénységért. És akkor hirtelen megtanultuk a dolgokat, és akkor hirtelen 26 évesen ilyen fiatal kapitán lettem. A játéknak az lett a, ugye a savanyú oldala, hogy pont mire kapitán lettem, ezek a őrültek lent, a szerbek meg a horvátok összevesztek, ja. és háborút indítottak. És az mindenről szól, csak nem arról, hogy békésen tudjunk kereskedni. Amerikaiak lebombázták, ugye ott voltak bombák, Noviszadi hidat, akkor szabad csapatok össze-vissza lövődöztek, a horvátok, horvátok védekeztek, támadtak, ott a háború folyt a Dunán, úgyhogy úgy, hogy elég az hozzá, hogy, hogy különböző. Én ott voltam Bukovárnál, tehát egyik hajónkat elsüllyesztették, tehát kapott egy aknatalálatot, elsüllyedt a Liptó. Mi, mi mentünk oda, mi mentünk oda kis, hogy átmenjenek, süllyedjen a hajó. Az volt a szerencséjük, hogy a vízaknába került, és simán elsüllyedt. Mellette ment volna két métert, ott akkor lerobbant volna ugye a dolog, akkor ott volt 40 tonna olaj. Mert hogy másképpen m -m, végződött volna a történet. Úgyhogy ö, bezárták a hajózást, csak hogy így mondjam, Igen. bezárták, és volt úgy, hogy a egyik hajónkat Gyurgyúba vagy Brailán, tehát lent a Aldunán leblombálták, tehát nem tudtunk följönni, és busszal jött föl az egész legénység. És én akkor azt mondtam, hogy már akkor is ilyen gondom volt, hogy kikötőbe kell járni, és én ugye hozzá voltam szokva 8 évig ahhoz a szabad élethez, hogy kaptam egy telegramot, hogy beszállni komáromba, ezere és erre a hajóra, és én ott voltam másfél-két hónapig, baba, tiszta, szuper. És most meg azt mondták nekünk, hogy áll a hajó a kikötőbe be kell járni, mert az a hajónk, az a, az a otthon, ott, kell lenni, és akkor ott lettünk, ott voltunk. Egy hónap után megőrültem, reggel ötkor kelni, mert ugyanúgy kezdtek minket, minket kezelni, mint a gyári munkásokat. Ugye hatkor bemenni, Elvés. ütni a kártyát, ez volt a rémálom. 6 óra, 5 kor, akkor 6 óra 5 ütöttem, kaptam már, ugye ismerős mindenkinek ez a régi dolog, a hogy kárgyus. piros lett a kártya, 6 óra 0 az 6 óra, tehát nem 4-kor, hanem 430 kor le kellett dolgoznom. De az volt a baj, hogy mi ott nem teljesítettünk semmit, csak ott voltunk, ott voltunk a hajón, ültünk, beszélgettünk, kártyáztunk, nem csináltunk semmit. És én ettől megőrültem, pláne az, hogy így ez se nagyon kedveltem, hogy így a semmiért, hogy dolgozzak, és ugye én már akkor, amit így mellékszettem... Tehát a semmittevése se volt jó. Nem volt jó, az se. Tehát én, én, én spekulálni szerettem volna, de nem lehetett ott semmit se csinálni, hiszen állt a hajó. Mikor már harmadszor van, ugye először még eleinte befesteni a hajót, az oké. Okay. Másodszor is befesteni a hajót. Az már azért, már ugye az ember úgy megcsinálja. Mármikor már mikor már, ugye látták ezt, tehát, hogy, hogy mi van, a kikötőben vannak ugye vonatcsinek, és hajósokat, tiszteket, meg olyan embereket, akik ugye szabad élet, teljesen más életformát éltek, és arra kötelezték, hogy menjünk a sinek közé, akkor már láttuk, hogy nagy a baj, hogy szedjük ki, gyomláljuk ki a sinek közül a, Gyom. a gyomot. Az már, az már meredek volt, és akkor azt mondtam, hogy én ezt nem fogom csinálni, kiveszem a szabad, ugye, ugye úgy azt, nem a szabadságot, hanem fizetetlen szabadságot, és én nekem már akkor három vagy négy regényem megjelent a Kaligramban, és akkor először is azt találtam ki, tehát így ismerté váltam, hogy mivel volt szabadidőm, hogy csinálok szabadidő, vagy ilyen, úgymond ilyen, ilyen, ilyen irodalmi órákat. És fölhívtam a pozsonyi gimnáziumtól kezdve a gimiket, és ilyen szabad órákat fölhívtam igazgatókat, hogy mit szólna hozzá, én kortás író vagyok, hogy bemutatnám magamot, elmennék irodalmi órákra tartani a diákoknak és akkor ez annyira sikerült, hogy, és aztán természetesen, amikor bementem egy osztályba, akkor eladtam a könyveimet. Gyel Még a... mielőtt megtartanánk Még... az első irodalmi órát, térjünk vissza kapitányra, ahhoz a hajóhoz, amelyik mondjuk 5-6 ezer tonnát tol, és előbb azt tetszett mondani, hogy mennyit fogyaszt, hát mennyit fogyaszt egy ilyen hajó? Egy ilyen hajó ö, lefelé ö, 40 tonnát 40 tonna, de ezt úgy nem, nem órára, hanem mi ezt útra számítottuk. Például, mikor, mikor volt a háború, volt egy ilyen történet, hogy fölébresztett engem valaki egy ilyen fekete, hát nem is volt fekete, most így beszél, mert teljesen lehetett látni arcát, csak szabadcsapatos csapatos volt ez a kirab, kiraboltak minket. Egy skorpióval, hogy ő kelljek, föl, nyugi nyugi, tehát profik voltak, Itt volt, ha valakinek aranlátsz, akkor nem kérték el, ja. hanem mellénk állt a hajó este, géppisztolyosok fölugrottak, és mind a pontosan tudták, hogy hol mi van, lenyú, lenyúltak 40 tonna gázolajat. Csak úgy? Így. A olaj, amivel ment a dízel. Ja. És nekünk ez valahol noviszat után, Novi környékén volt, még annyi időnk volt, hogy eljussunk Belgrádig. Annyi maradt. És nekünk újra kellett tönteni a, a Tankot? Két tankot. Igen, igen. És ez volt így, hogy oda-vissza. Egy ilyen oda-vissza út, ez 1800, meg vissza 3600. Igen, Igen, ezt ki, ki lehet osztani. Mi, e, mi útba gondolkodtunk, tehát nem Lórába, De Egy hanem, út. Tessék? Egy út, egy út, út a ennyi. fekete engedik. lefelé 1800, cirka 1800 kilométer, tehát így, meg vissza. 3200. No. hát még adok egy kérdés, a 1800 uh -huh. km az hány nap? Mert hát ez előbb öt, a leggyorsabb út, a leggyorsabb út, elmondom a leggyorsabb utat, amikor minden klapott amikor minden szuper volt, az 21 nap. Lefelé 7 nap. Megyünk mind a lefelé 7 nap. Igen, elindultunk Komáromból és le a fekete tengerig akkor már ott voltunk Kiliába, az 7 nap alatt leértünk. De akkor az akkor nyomtuk este, télen, vagy bármi, nem volt gond nyáron. Télen az már más, mert ugye mondjuk jöhetnek, jöhet a zajlás Igen. lent, ugye masszívabb, óriási, tehát kétszer nagyobbat úgy képzeljük el, a Dunai Aldunát, például a Gyurgyú -Zsú és környékén, vagy Russze, vagy ott a teljesen, ott már a fekete tengeren, fekete tengerről bejönnek nagy hajók. Tehát ott már nem 4-5 méteres a Dunának a vízszintje, vagy hogy a mélysége, ott, ott, már mélyebb már, olyan, mint a Mississippi, tehát ott óriási hajók vannak. Na, a hét, lemegyünk az, lemegy az ember hét nap, és úgy volt hét nap, hogy mikor lent voltunk Kiliába, ez a kikötő, akkor már szóltak is, hogy már el van készítve számunkra a slep. Ez azt jelentette, hogy csináltunk egy rundót, ledobtuk a horgont, amivel lejöttünk, Igen. Általában ezek olyanok voltak, hogy ugye kassai vasműből vagy osztravából jött az acél, amit ugye nagyba acél tömegeket, amiket abban időben én úgy tudom, hogy Brazíliával voltak nagy, nagy üzletek, több ezer tonna ö, acélt vették ott ott hattuk a odhattuk a, a lenta az acél tömböket különböző formában. Aztán jött oda egy nagy hajó, általában egy tengerjáró hajó, óceánjáró, azt átrakták és az elvitte Brazíliába. Onnan pedig már elkészítették ugye a Volgó, a, a vasércet visszafelé, visszapele 4 tonnát, ahogy így mondtuk. Megkaptunk, nem is volt az olyan sok, tehát bírta a hajó, mindössze annyi volt, hogy forduljunk, mert kell négy slep. Az egy négy ezer, az baba. Tehát nem hat ezer, azért az már nehezebb. És így visszafelé hegymenetben, ahogy mondják, hogy folyammal szembe, még úgy, hogy nagyon gyorsak voltunk, na, az volt ilyen két hét. Tehát 21 nap, 21 nap. De a leghosszabb, amit el voltam, október, ezt tudom, első utam, október 10-én behajóztunk, elindultunk Komáromból, és visszajöttünk február 4-én. Hát ez jó hosszú volt. Jó, de ez, en, ez, is egy olyan dolog, hogy olyan, mint a kamionos úgy kell elképzelni. Lementünk, valamikor decemberben ugye levittük a hajót, nem tudom mi, ez is különben érdekes volt, hogy szotyolát vittünk Bulgáriába. <laughs> szotyolát? Ausztriából Szotyolát, és Lomba. Ugye megérkeztünk pont ilyen 22-ére, ott ugye katolikusok vannak, meg tehát, nem pravoszlávok, nem pravoszlávok a bulgárok, és hát már linkek voltak a kikötőbe. Két hetet vártunk, hogy kirakjanak minket. Egyszerűen, tehát hiába, tehát ez van, tehát hogy ott, állt, ott álltunk a kikötőbe, ott karácsonyoztunk. Utána, amikor ez megtörtént, akkor elmentünk, kaptunk onnan árut, és elmentünk Konstancába azon a csatornán, amit még Ceausescu kitalált a politikai, e, hát a ellenfeleinek, ott szerencsétlenek, ott is az, az emberi temető van. Tehát ott a, ki, kiástak, nem tudom, hány száz, nem tudom, kilométer az, de e, száz biztos kiástak egy csatornát, Konstancába összekötötték a románok Igen. a, a Dunát, vodánában van egy ilyen, egy ilyen ága, ott is voltunk, ott voltunk, szilvesztereztünk, ott is tapsoltunk egy csomó időt, onnan kaptunk valami árut, lementünk egészen a fekete tengerig És akkor a fekete tengernél megint vártunk talán két vagy három hetet, mert nem jött meg a, nem jött meg a számunkra kijelölt tengeri hajó, azok késtek, Szóval végig-végig ilyen. Tehát maga, maga az a gyorsaság, hogy ugye szemléltessem, ha minden klapol, ez 21 nap alatt körülbelül 3 hét, meg tudja járni egy hajó. De önnek a különböző gondok. Ugye kamionosnak azt mondja, hogy itt leszek holnap. Jön egy baleset a, az M1-esen, öt napig, le van állva a forgalom, mire magához tér a forgalom, eltelt egy nap. Meg már, ő már nem mehet, megint várnia, és nem, nem este jön meg, hanem másnap jön meg. Tehát ilyen, Tehát ilyen csúszások ilyen, ott is vannak. Ilyen csúszások vannak, igen. Jó, akkor térjünk vissza az irodalmi órára. Igen. Na most ott, ott pedig az volt, hogy ugye, megjelentem ott nekik mind ilyen figura, és jelentkeztem a, jelentkeztem a, a tanároknál, hogy bemutatom a könyvemet, bemutatom, hogy kortás író vagyok, fölolvastam, elmondtam, hogy miről szól, hogyan kezdtem, tehát körülbelül ugye ezt itt igen. klasszikusan bemutatkoztam, hogy igen, már az alapiskolában kezdtem írni, aztán ugye visszajöttem a hadseregtől, én akkor elkezdtem írni az első novellákat. Szerencsém volt, megint jó időben, jó helyen voltam, mert látom a mostani fiatalokat, nagyon nehéz nekik ugye újra pályára állni, mind alkotó, mind író. Én egyszerűen írogattam, valaki szólt, hogy figyelj, hát, vitt föl, ott van a Grendel Lajos, menjek föl a Madácsnak, a ott van a Mihály kapu alatt Igen. van a Madács szerkesztősége, mutasd meg neki, ha tetszik, megjelenteti a irodalmi szemle. Akkor az egyedüli irodalmi szemle, az még akkor ugye a kommunizmus volt, 88-ban vagyunk. És akkor fölmentem, annyira hülye voltam, hogy a érettségi tétel volt a Grendel Lajos, hogy mire fölértem, a nagy izgalomban elfelejtettem, hogy mi a neve. És mondom, milyen nevennek a tagnak én tudtam is, hogy a 13-as tépen, yeah. ott van a Dubagyula, ott van a Tőzsér, felvidéki, Szlovákiai magyar írók, és mondom, valamilyen Lajos. Még azt is tudtam, hogy gé És akkor benyitottam, mondom, megyek hátra szemben, mondom, Géla lajost keresem, yeah. és akkor így indult az egész, hogy hagyja, mód, stb. És ilyen, ilyen, ilyen prózaian, szóltak, hogy tetszik a novellám, hogy van benne valami spiritus. És akkor mondják, hogy írjak még. És akkor elkezdtem írni. És akkor jött a fordulat, és megalakult a kaligram kiadó, és a nagy halóban, a nagy, nagy ugye, a sztyeppén kellettek nekik a alkotók. És én már akkor egy csomó novellát már írtam, már előttem volt, már mögöttem volt egy két éves múlt, és egyszerűben mondták, hogy, hogy kiadják a könyvemet. Nem is csináltam érte semmit. Persze volt neki... Persze meg kell Meg kellett írnom, de ott voltam jó időben, jó helyen. Ki tudja, hogy mit tudom én, ha nincs fordulat, akkor mit kell teljesítenem, ahogy belépni a pártba, vagy én nem tudom mit, a bármi, igen. de ez hülyeség, mert szerintem azért az íróknak azért, azért nem kellett belépni a párba. Ha kapitány akartam, vagy, ki, ki tudja. Igen, én már kapitány lettem, mondjuk ha visszamenek a, már a 90-es évekbe, de néha-néha úgy neki megyek a falnak, hogy ha nem lett volna fordulat, vajon, hogy ugye ott az volt a történet, mikor ugye sokan a mai napon úgy elítélik az embereket, hogy partag voltál, meg ilyesmi, hogy, hogy ez volt a életemnek a álma, hogy kapitán legyek. És akkor azt mondták volna nekem, mit tudom én, 93-ban nem történik semmi, nincs fordulat, nincs bárcsolatos forradalom. Fiam, Akarsz kapitán lenni? Igen, akarok kapitán lenni. Ez a ez az álmod? Igen. Akkor lépj be a pártba. Egyik föltétel. Igen. És akkor most játszom a eszemet, hogy én olyan ember vagyok, hogy én nem lépek be a pártba. Akkor meg nevezze kapitán. Így van. Utána jött a lapkiadás, és egy lap. Ez honnen, honnen származott, hogy lapkiadó lett? Ez úgy volt, ugye, még ugye, hogy kaligramnál lettem. Hmm, terjesztő Igen. És az egy ilyen szépművészeti kortás prózákkal foglalkozik. Na most én nekem meg eléggé ilyen popos, eléggé ilyen marketing központi elképzeléseim voltak, ami egy ilyen típusú kiadónál nem működött. És úgy egyre jobban sodródott, sodródtam az felé, én mindig bevállalós voltam, hogy szerettem volna valamit csinálni. Tehát már, már mm, tehát többet akartam. Tehát a Hiányzott már a munka valójában, amit emlékeztünk, én nem szedtem dolgozni, de most megértünk arra, hogy dolgozzunk. <laughs> igen, hogy nyomuljak valamivel, ja. és akkor ö, azt mondtam, hogy ki fogok lépni. De volt egy ilyen idő, hogy ugye csináltam egy fanzimot, és a, valaki nekem meg azt mondta, hogy Haha, ha, milyen jó dolog, hogy ezt csinálja belőle egy országos lapot. És így megcsináltam a tűznézést. Ez egy országos, havi, kulturális, ilyen underground magazin volt. És honnan jött az ötlet, hogy, hogy hát most van egy lapkiadom, és akkor egy saját lapot indítok. Akkor ez ritkaság volt. De, mert először egy fanzimot csináltam. Ez abban időben, ez egy ilyen fanzim, ez ugye, ez a szamizdat volt és abból egy ilyen magam szórakoztatására csináltam, és valakik, akik megnézték, és azt mondták, hogy milyen jó pofa, hogy ha van kedved, akkor csinálja belőle egy lapot. és ez ilyen bogarat tettek a fülembe, és onnan, hogy a nullára azt se tudtam, hogy honnan fúj a szél, elkezdtem utána nézni, rendesen kiálltam a minisztériumba, bejegyezni a, a lapot. Amit tehát kellett, az minden megvolt. Mindent ki, két hónap alatt jöttem, mentem, megcsináltam. Persze naiv voltam, mind a. Tehát nagyon, nagyon mellette voltam, Úristen, de ebből nagyon sokat lehetett tanulni. Eltapsoltam egy lakásnak az árát. Tehát azt, amikor a hajóba összecsencseltem, össze-vissza, mindent csempésztük, a, a konyaktól kezdve, akármit. Ott volt olyan is volt persze, hogy nagy Tagadhatatlan. Tessék? Tagadhatatlan. Persze, hogy az, az, már az teljesen, az nyílt titok, hogy ezt csinálták a hajósok, meg minden mást is. <gül> <gül> Tehát ami a, mindig mondtam, hogy ami a, ott a, a melyik volt ez a Kusturicának a filmje, amikor a romák ott üzletelnek mindenkivel, nem is tudom, macskaja, igen. igen. Az az egy -e egybe, tehát mi ott azokkal üzleteltünk. Tehát akkor maga meg, meg is írhatná a macskajajt újra. <laughs> nem? Egy kicsit másképpen, mert azt a románok és a oroszok csinálták a olajat. Igen. Mink a sajtot vittük nekik, két-három tonnát. Hát én el nem feledem, mikor iparistaként a komáromban, akkor már jöttek ezek a digitális órák, Jé. és borták, hogy hát, vegyünk, vegyünk Igen, órákat. Digi-digi-digi. Igen, digi, ment, hát a kikötőben. Hát a... És én mikor először följutottam Ausztriába, nekimentem ott a Mexiko placon voltak ezek a üzletek, bementem nagy ganga hogy Óisten, hogy, hogy veszek magamnak egy ilyen órát végre. 6 zenélőset, ja. vagy 7 zenélőset, nem? Tehát ezek, igen. Ezek, ezek voltak. A zenélő óra akkor nagyon jó ó, volt. Ó, az már nagyon komoly volt. És voltak Azt ezek az 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 a ilyen, hogy 1 zenélő, 2 zenélő. Az már 200 koronáért adtak akkor. Igen, volt olyan, hogy 400, na igen, igen. Na, a kikötőbe adták 200 ér, a kikötő kívül pedig, akik akartak, ugye viszont adok 400-500, ja. de én még megértem a 800 évesekben 1200 koronáért rettenetes pénzek. Azért fizetéseket ja. nyomtak. És a apám sajnos hiába, mert a apám az, az Alduná volt, azt még hozzá kell tenni. Tehát ő nem volt kommunista, a, csak a színtiszta a kommunistákat engedték föl. Tehát kádereket. Ja. Ausztria, Németország. Ennél fogva nem is tudott hozni ilyen dolgokat. Ő lefelé járt, tiszt volt. Mellékszálként ugye, és mikor először följutottam a 88, 89 már annyira elment a ára neki, már ugye kezdték a lengyelek hozni a szabadpiaci, ők hamarabb tudtak kilépni, ugye lengyel piac, tele lett a piac vele minden, meg hát tíz évig nyomták, hogy mikor bementem a üzletbe, és mondtam neki, Pite, hogy eine, eine, Pite, eine", nem mondtam, hogy tük hanem Pite, és a fickó fogta, és így a kaszta mellett volt egy zsák, mint mikor ilyen, mit tudom én, áru van, mond, van, van benne a mondjuk, parancsia. a na, és akkor így megfogta, és rátette, ki, rátette a mérlegre. És én nézem, hogy mit csinál ezt. És azt mondja, egy kiló? nekem nem egy kiló kell, egy darab. Már olyan ára volt már ott, Ausztriában, 80-as évek végén, hogy kilóra, Mal. egy kiló digitális órátba mették. A... Nem volt ára. Ja. Mondom neki, naj, naj, nur naj, naj, és akkor és Einstein, és akkor így odadobta nekem ilyen, Vigyed. hogy ne vigyált, hogy nem fogok érte vele ja. szórakozni, öcsi. Szóval abban az időben csak így, ami a digitális órákat érinti. Visszatér meg a lapkiadáshoz. Ez a lap azt hiszem, hogy három számot ért Három számot, és igen, óriási buktákat csináltam. Kitaláltam ilyet, hogy megkerestem, volt ilyen, hogy a Szlovákia, lehet, hogy még önnek is, mert akkor már uh, fókuszomba került, lehet, hogy kapott ilyen csekket, mert mindenki tehát az volt azt találtam ki, hogy meglett a lap, és akkor szóltam több újságírónak, hogy írjanak Igen. nekem. Persze előtte ilyen van, azt gondoltam, hogy ilyen lelkesedésből. De hát azt nem lehet. Ők profik voltak. Tehát ő nekik is labzártan nyomták, nyomták, nyomták. Írtak, de aztán kezdett gond lenni. De nem is, ez volt a baj, hanem az volt a, a fő csapás, hogy. Csináljam meg a lapot, és mint kisebbségi kiadó, lapkiadó biztosan kapok valamit. Csak hát, most ugye a, azt mondanám, hogy mindig jó időben voltam, jó helyen, lehettem volna jobb helyen is, meg jobb időben is, mert pont akkor jött a mecsi korszak, és az elvitt mindent. Nem, hogy nekem adtak volna pénzt, Sőt, hogy kaptak volna, kaptam volna támogatást, hogy lehetett volna egy lapom, egy új lap, mint a ifi, vagy a nem tudom, de Hát a meglévő kisebbségi lapoknak kellett különböző alapítványoknál ö, kalapozni, hogy egyáltalán túléljék. Úgyhogy én három lap után, ö, ja, még a másik, de, de nagyon sokat tanultam ebből. És sőt, még lett egy nemzetközi sajtóigazolvány is. Lett egy sajtóigazolványom is, ami, ami még nevettem is, a voltak barátaim, akik ott vannak most az új szótól kezdve a rádióba, a mindenhol a médiába akik akkor ugye újságíróira jártak, és mutogatták a lapok, mutogatták nekik, ugye mutogatták ezeket a igazolványokat, amit ugye csak úgy kap az ember, hogy elvégzi az öt éves egyetemet, újságíró, letesz valamit az asztalra, stb. De én, mivel én nekem egy bejegyzett országos heti, nem, havi Lapom. lapon volt, nekem járt, mert hát enyém a lap. Alanyi jogon. Alanyi jogon, és ott ugye a, a hivatalnok a újságírók szövetségébe, ő nem tudta, hogy ki az a Győri Attila, hogy ez egy, ez, egy, ez egy lüke, tehát hogy ez most csinálta a lapot. Ja. Hanem ő azt látta, hogy, hogy lap tulajdonos, országos, ott volt, papír, minisztérium, bevittem, és szónékű, hogy mit akarok, hát mondom, akkor a lúd, akkor legyen kövér, akkor mondom, úgyis jövök, megyek, akkor legyen egy nemzetközi újságíró igazolványom, és, és, és úgy, ahogy ugye Grose Viván elnyerte a Nobel-díjat, Makaon, én nekem meg lett egy nemzetközi újságíró igazolványom, amit nagyon ki is használtam, mert amikor ott elmentem Londonban, meg össze-vissza álltak az emberek így, mindenfelé a tét, minden felé a galériákba, meg a múzeumokba, megtanultam vele működni. Mentem előre, kitaláltam, hogy ezt hogy kell. Eleinte nagyon fétem, de ugye mindig, minden jóra rá lehet szokni, hogy bele kell nézni az embernek a szemébe, elővenni flegmán, hogy itt, itt van vagyok. a újságíró. Én vagyok itt. Megjöttem. Megjöttem. Szlovákiából, én vagyok itt a újságíró. És engem itt most itt engedjébe, mert én erről fogok írni, mert én most itt, én itt most nagy menő vagyok. Szónékű, Angliába, Görögor, ahol Bárhoz. én voltam, Franciaországba, bárhol Németországba, én végig amíg le nem járt. <laughs> mert az nem, lehet, meg, és nem, az nem volt hamis. Tehát egy igazi, nemzetközi, angolul megírt, International Presscard, mit tudom én, bemehettem volna én akárhová. De már ott, már ott, ott nem. Mit tehát én, mit csináljak én ott? És szórakoztam. Adodik adódik a kérdés, ha már újságíró vizeken ö, járunk. Ö, nem -e gondolt, hogy újságíró lesz? Én írtam különböző lapokba, de azt tudni kell, hogy a újságírás beletanultam, és sokat tanultam, mivel nagyon sok barátom volt, és én úgy tanultam, ugye én nekem na, tagadhatatlan, hogy volt valamilyen, vagy van valamilyen alkotói vénám. Tehát a ami, a, volt. Kitől? Ö, egyszerűen így születtem. Szülőt. Tehát amit mondtam, hogy, hogy egyszerűen sokat olvastam, elkezdtem írni, és, ez és, és tudtam írni. Tehát tudtam írni novellákat, már, már ugye volt mögöttem három regény, az embernek egy után ugye van valamilyen kapcsolata az írással, és annyit kell tudni, hogy, hogy mikor elkezdtem írni, ugye első, első újságban még voltak profi írók. A másodikban, mivel már kezdett akadozni a történet, vagy a harmadikban, ott már én írtam tele. És Mi ez a profi író? A profi újságíró. Tehát, hogy valakivel például riportot csinál. Hogy ki riportot csinálni? Ugye az ember azért, milyen a hangnem, milyen a stílus, mit mond, mit csinál, mi a, merre felé egy tárcát, vagy tudósítást, vagy, vagy valamiről, ami, ami például egy festményről, egy koncertről, egy egy színházról, vagy bármiről, ja. amit az ember ugye naponta olvas. Kinyitja az újság, újságot, és teljesen normális neki, hogy mm, elolvassa, milyen jó, szeretem Igen. szeretem ezt a lapot, ezért kötödnek az emberek, mert jó újságírók vannak, jó a stílusuk, jó a ritmus. Tehát ez, ez így megy. És én elkezdtem nézni, hogy mondjuk politika nem érdekelt, hanem azért Masi? is a, annyira így nem igazán, tehát ilyen, ilyen kocavadászként, tehát ha már a politikára beszélek, vagy beszélünk, soha senki nem kereste meg, hogy lépjen a politikába, hiszen azért egy ismert személy, aki könyvkiadó, lapkiadó, szerkesztő, író, hát azért ilyenek... Szerintem a politikusok, a politikusok nem annyira hülyék, hogy én bennem lássanak. Én nem, nem alkalmas vagyok, ők látják, tehát én alkalmatlan vagyok a politikai. Mert? Én, hát én, mert... Én, én hosszú ideig, ugye, amikor még olyan, tehát abban az időszakban én ilyen punk voltam, tehát ilyen vállalhatatlan, tehát mit tudom én, feketehaj, fülbevaló, kilencfülbevaló, való, kilenc fülbe való, em, való szembevaló. Emlékszik való. rám, amikor először megjelent a községi hivatalba, és hogy jön a Győri Attila, hát jó, hát ez szívesen mindenkit fogadok, hát amikor bejött a, a hivatal, né, ő a Győri Attila, de jó Isten, <laughs> de nincs gond. Igen, igen, tehát, hogy... A külső egy dolog. Igen, igen, de én nem nem vagyok erre alkalmas én ilyen szempontból. De figyeltem, a, sokat beszélgettem is újságírókkal, hogy ez hogy kell, és akkor mutatta, hogy hogy ö, olyan, mint mikor, hogy. Tehát valaki ezermester, ugye az is látja, megnézi, leül a teraszra, és nézi azt, hogy hogyan, hogyan hideg burkol valaki, ugye teszi lát csempét. Igen. És akinek erre van, van valami. Én fogalvan, Igen, van. így van. Tehát egyszerűen ránéz, és tudja, én. Ha háromszor nézném, vagy mit tudom én, Montine vagyok a konyhába, és imádnám, mert nagyon csajos dolog, de rájöttem arra, hogy hiába erőtetem, mert szeretnék én nem jól vagyok a konyhában. Egyszerű bundás meg ilyen egyszerű dolgokat. Tegnap van. Meg, meg húsleves, meg ilyesmi, de már ilyen komolyabb dolgokat ahhoz nincs. Rájöttem, hogy arra nem vagyok alkalmas, hogy, hogy ilyen komolyabb kajákat tudjak csinálni, kacsát, nem tudom mivel, meg így, vagy így ilyesmi. De írásban meg úgy volt, hogy elolvastam, a, elolvastam egy riportot, hogy hogy csinálják, Hmm, mondom, hogy így, ez a technika. Tehát, olyan, mintha az ember úgy belenéz. Tehát, mint ahogy valaki, ugye egy ezer mester, hogy hogy látja, hogy mit csinál, hogyan csinálja, és ő elkezdi csinálni a betonozást, vagy akármit, Igen. ahhoz is hülye vagyok. É és látja, látja azt az egészet, hogy hogyan. Ott van a szomszédunk, ő csinált egy komplet házat, ott a kertnek a végében, és én, én döbbenten néztem, hogy hogyan épül a ház. És ő megálmodta. De ő ilyen típus, én, Alkalmatlan vagyok ilyenre. De ebben meg jó voltam, hogy belenéztem, néztem a újságot, láttam, hogy hogy működik. Uh -huh, így. Akkor, hogy hogy kellene írni valamilyen koncertő. Igen. Akkor láttam, hogy valaki hogyan vezeti föl, mi az, ami, hol vannak azok a fordulópontok, hogy áró, beír, bevezető, miről. És ír, még is legyen. Igen, miről ír, mi a vég, és akkor körülbelül valami. Tehát a végére úgy jutottam már, hogy azt mondja nekem valaki, hogy írtam is például több ilyen helyre is, hogy, hogy azt mondja, hogy két flekket írjak, akkor én két flegbe meg tudtam oldani, odáig tudtam, hogy gyakorlatban, hogy akkor két flekket írtam egy adott dologról. Ezek után adódik a kérdés, hogy önben mindig benne volt, vagy úgy fejlődött ki az önkritika? Ezek után az ember jogosan ezt a Nem önkritika, nekem, nagyon, nem önkritikán nekem nem önkritikám van, én inkább öniróniám. Én nagyon-nagyon, én nem veszem magamat komolyan, tehát soha. Tehát, hogyha... Hogy ezt így kérdezem, akkor én komolyan lehettem volna most, így, így <laughs> meg <nem van> megkérdezni. <laughs> Úgyhogy én nem veszem magamot komolyan, és ilyen ironikusan veszem a dolgokat. Tehát, hogy én soha nem ragaszkodtam a szövegekhez. Tehát én mondták is a szerkesztőim, mikor így voltak, hogy vannak, vannak típusok, írók, akik ragaszkodnak a szövegeikhez. Hogy megírta, és akkor az a szent dolog. Ahhoz ne nyúljál hozzá, mert az úgy van jól. Sokan vannak ilyenek, tehát még a nagy írók is vannak ilyenek. Én meg azt mondtam, hogy nyugodtan bele lehet. Vagy hogy úgy volt, akkor rákérdezek, és miért? És akkor láttam azt ott, hogy, hogy túlságosan benne voltam a szövegben, egy adott szövegben, mondjuk, és az a másik ember, aki ért hozzá, az, akit ért, azt, aki úgy gondolom, hogy ért, azt, azt vettem adást. Tehát, hogy mit tudom én, valaki, mit tudom én, a bal előjött, és elkezdett engemet ott ekézni, mondjuk, hogy a írt a így, meg műr úgy, meg miért úgy, azt mondtam, hogy mm, rendben van, de nem vettem így magamra, mert tudtam azt hogy mit tudom én, mit szólna egy akárki, egy, egy mesterember, egy asztalos ember, hogy oda mennék, és akkor ott éppen dolgozik, éppen csiszolja a fát, és én beszólnák neki Mért úgy, csiszol? hogy első percet látom, hogy hogy csinálja, hogy azt talán meg, nem úgy kellene, ő meg húsz évet Gyakran. csinálja. Tehát és akkor ez itt innentől kezdve komolytalanná válik. Ha. De én magamat is így vettem mindig. Tehát, hogy ez nem önkritika, hanem más út, de lehet, hogy jobb, hogy nem önkritikus vagyok magammal szemben, hanem önironikus. Te tehát, már... az önkritikának egyik változata. Igen, igen. Amikor ilyen nevetségesén tudom magamot tenni, és saját, saját, magamon tudok nevetni, és ennél fogva, mivel egy ilyen paprika Jancsinak látom magamat, simán, tehát leüthetnek engemet, Mind a bábút. És attól nem haragszom mert. Aha. Akkor jó. Könyvek. Vércsapolás című könyv. Utána még hány könyv jelent meg önnél? Öt. Ö, ö, öt könyv. Öt, öt. Meséljünk picit a könyvekről, hogy hogy kezdődött. A vércsapolás a klasszikus. Megjelent nálam a Grendel Lajos, fölhívott. Gé Lajos. Igen, a G. Lajos. És mondta, hogy hello Süne, hogy úgy döntöttünk. a Süne, honnél kapta ezt a nevet? Hát, ugye, én nekem ilyen, az apám hajós volt, Igen. az anyám meg ugye egyedül volt, mint nővér, és hát a 70-es években vagyunk, és abban az időben, ugye még a, a nagy az előtt, mert akkor mindenki hátrafésült öltönyök, ö, ugye dzsontra volt a vonal, ez a vonal. Úgyhogy Így van, így van, de hát én a 70-es éveknek elején kezdtem szocializálódni iskolába, és ott, ott kaptam a nevemet, hogy elküldtek borbéhoz, a borbéja megfogott, és akkor itt vagy tarvágás kopasz, vagy nem tudom, és akkor ilyen, csk, ilyen, ilyen érdekes volt. Ja. Én már akkor pankoltam, amikor még nem volt sehol a Sid Vichyus, meg a Johnny Rotten a Sex pistols Egyszer ilyen, ilyen tüskésre nyírta a hajamot. Fölállt össze-vissza. És ugye át a hajam, ahogy lenyírtak, és akkor, sűni. és akkor, a gyerekeknek nagyon gyorsan, nagyon, nagyon erős a fantáziak, Jaj, hogy ez a süni. És innentől kezdve ez a lakótelepen, ahol a Szever egyen laktunk, a Dunaszerdehelyen, ott volt 500 ezer gyerek, az nulla perc alatt megtudták, hogy ő a süni. Ahogyan, mit tudom én, 10-ből 8 nyolcnak volt valami hülye beceneve, Minden. és az, most voltunk éppen tegnap előtt, vagy nem tudom, múlt héten voltunk az alapiskolás találkozónkon, és nagyokat nevettünk, hogy meg lett 56 éves figurákat, ilyen idétlen neveken szólítottuk. A nagypapák lettek, meg nagymamák lettek, és neveztük őket ezelőtt 41 éve ö, mozgás, úgy örültek, azt mondta, Jézus Mária, azt mondja, engem itt már sokakat már ugye ott eltűnt a neve, és úgymond betemette a neve akkor, Éngem még nagyon sokan így hívnak, hogy süni. Mai napig, sü, mai napig sokan. És hogy jött ez a punk, az már azt mondják, hogy ez egy csúf zene kemény, dübörgő és nyugtalan. Hát ez pont a. Ugye én úgy mentem el a hadseregbe, hogy én ilyen Rolling Stones, Jimi Hendrix. Janis Joplin, a úgynevezett a 60-as éveknek a Woodstock nemzedéken keresztül, a Hobo, odörödöd, tehát ezek a, így mentem el, nagy, hosszú hajam volt, ahol mindjárt el is kaptak, és lenyílt a kopaszra, és ez a nihil után pedig valami történt velem, ott bementem egyik barátomhoz, szakács volt, és hallgatta a zenét, és mondom, úristen, milyen zene ez? Azt mondja, ez egy punk zene. Hogy hogy hívják ezt? Ez az a Dead Kennedys. Dead Kennedys. Hóra. És akkor innentől kezdve ugye hazamentem, a, először nem a hajóra kerültem, hanem a hajó hajózási vállalatnak a javítójába. És én akkor ott járkáltam, mentem össze-vissza, és abban az időben az a, az a hajójavító tulajdonképpen a fészke volt, nem csak így, hogy én ott voltam, hanem a szlovák underground zenének, akik osztották alapot a, a Davová pszichózá, ezek ilyen országos méretű Ö, tehát tömegeket, Igen. mozgató, vagy a zóna, tehát volt vagy három ilyen négy zenekar, akik ott voltak. Tehát a konyik, Igen. meg ezek a nagy Menők. személyiségeik a zenekaroknak, ott voltak, és ott ültek a hajónak a tövébe, és akkor pocsen magyar, pocsen magyar, így, így, így És akkor fogták a kék ezt a munkaruhámot, az a montegámat, és a hajó festéke, ami éppen festettek a ilyen monter. pirosra a csíkot, a merülési csíkot, ráírták, hogy punk. Punk. És akkor mondták, hogy hogy pac, na nem meg így, meg úgy, hogy hova, és akkor mondták, hogy hova, valami kocsmám, és lementem, és akkor ott ebben a, ugye, 80-as években vagyunk, emberek normálisan járnak, ez a szürkeség, ritmus, és lementem, és mint hogy egy ilyen amerikai filmben, tehát amit, amit, ahogy ember elképzeli a pankokat, a csirokész haja, a formák, ami volt, a bőrdzsekik, a bakancsok, a nem tudom hát én egy olyan vágtam. De nagyon éreztem, hogy ez a én társaságom, ez is egy ilyen, tehát kompatibilis lettem vele, és akkor nulla perc alatt én is ezzel váltam. És akkor ugye én nem csak az voltam, hogy egy pang, hanem mivel író is voltam, amit láttam, azokat elkezdtem foglalkozni vele, írni a koncertekről magáról, az underground kultúráról, erről a, erről a dologról, hogy ezt micsoda utána néztem, honnan jön az Angol. Ez egy balos dolog volt különben. Tehát ezeknek a ellentétje a skinheadek, a rasszisták, a, a nácik, a nácipankok, a úgynevezett skinhead, tarfejűek, ők már jobbosok voltak. De Aha. ezt nem tudtam. Tehát a, a balos Azért volt balos, mert így, mert a, a baloldal ugye munkás osztályból ez az angol, Ö, lakótelepek, munkás ö, Ez a oldal. oldalból nőtte ki magát. Azok a fiúk, akik ugye, akik megunták a apukák ö, vonalát, a rendszer ellen, hát minden, minden fiatalnak az a dolga, a kötelessége, hogy, hogy, hogy ö, tehát egy ellenálljon a, az előző generációnak, hogy akarjon valami újat. Igen. Az előző generációk, ők voltak a hatonas évek hippiei. Virággal, a te, világgal, a har, ugye szeretkez, ne háborúz, ha jöttek a, jöttek a rendőrök, akkor a, csöve, a pisztolyokba, meg a nem tudom mibe, virágokat Igen. tettek. Ez a generáció, már az ő generációk pedig azt mondták, hogy nem kérünk ebből a jópofaskodásból. Mi agresszívek vagyunk, mi megmondjuk az igazat, mi kiröhögünk benneteket, és polgárpukkasztók vagyunk, és a ruhánk is ezt akarja mutatni, a zenénk is ezt akarja mutatni. Már nem, nem kábító szerezünk, mint iszunk sört, a skinek, a skinhedek, azok meg ellentétben ők, ők meg azt mondták, hogy ők meg járnak a, a nem tudom, fitness ö, ilyen izomagyó emberek Igen. lettek, hogy megverjünk mindenkit, és a strange age, ez a, én beszéltem skinhedekkel is, mert engem ezek érdekeltek, ezek a kultúrák, Úgyhogy így indult ja. a első könyvem. Ebbe, ezekkel van tele. És milyen volt polgárpukkasztónak lenni Jőri Hát mivel pukasztó voltam, ezt élveztem. Tehát exhibicionista vagyok. Ez tény. Hát az rokonok átmentek a másik oldalra. Igen? Tehát végek, persze. Tehát, abba, tehát volt egy csúcs, amikor aztán ugye az ember elér a csúcsra, és onnan már lefelé megy. És Eljött az a korszak is, hogy belenéztem, a, tehát három-négy évig volt a nyakamon egy WC lánc, rajta egy, egy lakat, aminek eduttam a kulcsát. Tehát az rajtam volt, abba zuhanyoztam, abba fürödtem, egy WC lánc lakatta. De eljött az a kor, amikor belenéztem egy napon a tükörbe, és azt mondtam, hogy kinőttem. Zonai. Eltűnt. Ö, itt még van két fülbevalóm, de ez volt... Ez már semmi. Ez már semmi. Itt már, vagy a PES, most nevetek azon, hogy békés családapák, a Maxba látom, hogy így ki van nekik, volt, nek van egy ilyen, ja. uh, micsoda. Hát ezért valakit megvertek a 80-as években. Rendőrök megpofosztak minket, hogy nézünk ki. Ez klasszikus pankultúrából jön. Ez a dolog, hogy itt kinyírják a hajukat a srácok, 30-40 éves két gyerekkel, és akkor itt meghagyták itt a hajukat. Igen. Ez a csirokész. Ez, a, ez, egy punk fizura. Most divatba jött a bakancs. Csajok, 14 éves anyukáknak, anyukák veszik a 14 éves, 16 éves gyerekeknek, fölnőtt emberek vesznek bakancsokat, ami abban a ellenkultúra volt. De hát azért mondom, hogy ez földarabolja, ez ledarálja a, a divatot a, az élet. Igen. Amikor belépett most hozzám, én néztem és kerestem ezeket a, a filmbe mindent, és azon gondolsz, hogy a Győri Attila jött hozzá? Győri Attila lenyugodott már? Le? Le, igen, igen. Hát különben ez, csak hozzáteszem, hogy a, így volt, volt egy korszakom, hogy piros hajam volt, kilenc kilenc fülbevaló, meg amikkel fekete körmök, meg mindenféle pizsama nadrágba járt, pizsama, ja. pizsama bakancs, meg, meg ilyen tehát klasszika, tehát az ember ugye, hogyha nem tudja, hogy miről van szó, hogy ja. akkor rákapcsol, vagy ráírja a keresőre, menjen rá Google-ra, akit tisztelt nézőknek is mondom, keressen rá, hogy punk, képek, és a Google meg fogja -e mutatni neki, hogy miről szól. Tehát körülbelül a legdurvább az volt, amin átmentek a szomszédba. De a hajón például a kapitányom meglátott, és azt mondta, hogy fiam, addig a hajóra nem fogsz erre lépni, amíg míg le nem vár, míg nem. És akkor például ez aztán meguntam, mert a hajam nem lehetett egy pillanat alatt pirosról. Ezen. Megfogta, és le kellett a kopaszra. A fülbevalóimat kivettem. Mindent. Orvavaló, Szem, egy ember volt. Lecsiszoltam a körmeimet. Fölkölött öt, ez nem rendesen. Nem volt gépárcsíkos nadrágom, nem tudom mi, a Martens bakancsomot, munkás bakancsra Úgyhogy át kellett vedlenem. És ez ilyen két két kettősség volt, volt, de akkor én azért mondom, hogy én nekem a hajózás az a célom volt, az a álmom volt, megtettem érte mindent. Tehát én nekem teljesen normális volt ez a dolog. Úgyhogy ilyen, ilyen szempontból ez egy másik, másik fajta ritmus. És nem másik fajta világ? Másik, másfajta világ Más is, fajta világ. de ezzel ö, ugye én azért tisztában vagyok ezzel, hogy megvan ennek a ritmusa. Tehát most már ilyen 56 évesen láttam a, voltam, voltam, a Rolling Stones koncerten Prágában, és ott láttam a majdnem 80 éves richards Richardot. Az úgy néz ki, mint mondjuk, mondjuk most egy 20 éves. Ha most a reg, mit a Józsi bácsit látnánk, aki a faluban megy éppen etetni, kiröhögné jött a falu. Mert nem odavaló, de álljon meg a menet. Mit és két azok, azok rockstárok őtőlük elvárja a világ, és ő nekik ez a, ez a világ. világ igen. Tehát, hogyha ők bankárok lennének, akkor világos, hogy fehéring, nyakkendő, meg bosszöltöny, igen. és így. Ez van. Tehát ez is a munkához tartozik, hogy alaki, ha ugye disznó nagyker, foglalkozik, akkor, akkor ne csodálkozzon, hogy hogy a villamoson kicsit arrébb mennek az Persze. emberek, mert a, mert ott nyomul a disznó körül, és a szak be, beszett, bemegy a ruhájába, lehető milliárdos, de azért öt lépés távolságot vesznek, Igen. mert azzal foglalkozik. Kész. Kész. Jó, most már próbáljuk megnyitni a családi ja. könyvklubot, <laughs> hogy jött az ötlet, és pont szerdejen. Az pedig úgy, hogy ugye akkor, mikor én már minden befutcsolt, tehát a tűznézés mögöttem van, a kaligram is túl, túl tehát, túlléptem, akkor, hogy kitaláltam ugye ezeket az új dolgokat, hogy én új céget alapítsak. Na de ez a 90-es éveknek a második felébe vagyunk, amikor már ugye 7-8 évvel a rendszerváltás után már kialakultak a szegmensek. Tehát ott már mindent kitaláltak. Már létezett a Pantarei. A Pantarei akkor még nem ez a óriás plázás történet volt. A Bödök Laci ugye nagymegyeri Igen. születésű, ő már akkor kitalálta, hogy a felvidéki könyvesboltokból, ami volt húsz akkor, szinte minden városban volt kettő-három, tehát ott azért nagyon komoly élet volt. Abban az időben volt csak kiadókból felvidéki, most már szinte alig van, öt-hat kiadó volt. Lüktettek, működtek. És én akkor ott megjelentem ilyen fiatal, 30 évesen, hogy mit csináljak, amikor már minden kitaláltak. És agyaltam, hogy, mm, hogy pénzem még nem volt, hogy egy könyvesboltot nyissak, még tapasztalatom se volt, csak tudtam valamit úgy, így konyítottam a könyvkereskedelemhez, mint a Kaligramnak a vezető, egy ilyen menedzsere, vagy terjesztője, de fogalmam sem volt a vállalkozásról. Azt se tudtam, hogy hogy kell kitötteni egy, ugye voltak még a régen bizonyára, ön tudja, ezek ilyen cetlik voltak, például, hogy utalni kellett. Igen, igen. És én, én azért a, én azért egy elvarázsolt figura voltam, mert 8-10 évig én hajón voltam. Ott, a, nem ott nem kellett Ott semmit se csinálni. Én bementem, a, bementem például a postára csekket kifizetni, én teljesen össze voltam törve. Nem értettem, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy elvarázsolt világ volt. Nem tudtam intézkedni. De aztán persze sokat segített rajtam ez a tehát mindennek van valami oka, a tűznézés, hogy kiártam, akkor is zakatott bennem valami előre, és akkor rengeteget veszítettem, meg minden, mert ugye csődbe is ment igen. minden, de nagyon sokat tanultam, és így elkezdtem építeni a vállalkozásomat. És rájöttem arra, hogy, hogy van egy szegmens a piacon, amit még senki nem fogott le. Tehát vannak könyvesboltosok, vannak terjesztők, de nem volt olyan, hogy valaki, ja igen, hogy kitaláltam egy ilyet, hogy ö, mentem a könyvesboltba venni könyvet, és ott meg találkoztam egy könyvtárossal. És mondom, hogy ö, beszélgettünk, és mondom, hogy mi? Hogy hát persze, hogy az községnek van könyvtára, és mondom, hogy most mi? Hogy itt, hogyha itt veszem a könyvesboltba. Hogy ide jöttél, Jaj, de igen, igen, jöttem most a cekkerekkel, mehetek vissza, ja. nem tudom, hova, Lúcsra, ezt mondta, a Lúcsi könyvtárnak volt, hogy cekkerekkel, hogy amit most vettem. És mondom, Innen jött a ötlet, tehát észrevettem a piaci hogy aha, szóval, hogy ez így működik. És így találkozhattunk önnel is, mint polgármesterre, hogy kitaláltam azt, hogy miért kellene a könyvesboltba bemenni a, a, abban az időben a könyvtárosnak, amikor odavihetjük. Tehát megfordítottam, hogy a könyvesbolt menjen oda, a könyvtárba, menjen és kény, igen, kényelmesen odahozok, mit tudom én, oda viszek 4 500 dalap könyvet ládákba, és akkor kezdtem csinálni, és ja. akkor kezdtem kiépíteni. És akkor valaki, így elkezdtem építeni a dolgot, nagyon sikeresen, legalább 100 könyvtárt így fölhívtam telefonon, polgármestert, végigmentem, kikerestem, 500 telefon volt, mire elértem, akkor még nem volt mobil. Igen. A polgármester hol van, kiment a Hol van a polgármester? Kiment most a, a gáz, nem tudom, mit igen, csinál, van, a olyan. vizet abba időben, a nem tudom, mit intéz. De ott nyomtam. Tehát ezt, ezt, muszáj volt. És akkor így eljutottam. És valahol egy polga, ott egy könyvtárban voltam. Milyen jó, hogy ide jött. Mert mondom, azelőtt ugye járt a könyvesboltba, ugye? Hogy, hát igen, meg képzelje, hogy azelőtt volt, hogy prágai magyar kultúra. Na, biztos, hogy ön tudja, hogy ez mi volt, akkor, hogy küldtek, ugye központilag Cseszlovákiából hogy küldtek egy ilyen listát a könyvtáraknak, hogy abból lehetett rendelni, és akkor jutott eszembe, ott fogalmazódott meg, hogy na hát milyen érdekes, hogy ilyet kellene csinálni, hogy ilyet már senki nem csinál, csak ki kell találni. És utána néztem ilyen lapoknak, meg újságoknak, és így alakult meg a könyvklub, hogy elküldjem az embereknek egy katalógust, amit megkap, kinyitja, nem kell neki, ugye? Mert az volt a tét, hogy a faluba bejárnak Dunaszerdehelyre, vesznek cipőt, ruhát, bármit, bármit, ruhát. És ha még van idő, ha még nem megy a busz, a vonat, meg nem tudom mi, akkor még bemennek a könyvesboltba. De már menni kell, menni kell, mert tíz perc. Ott már sietős. Igen. És itt meg megkapja a katalógust, nyugodtan kávézgatva megnézi, hogy mi van. Itt a telefon, fölveszi, csináltunk abba a időben, ez is új volt minden, ingyenes telefonvonal. Ingyenes vonal volt a könyvesbolt. Igen, fölhívtak minket, jó napot kívánok, ingyenesen, és akkor vettük a adást, és csomagoltunk akkor a feleségemmel meg így csomagoltuk a könyveket, és az első, első 2000 cím, akinek elküldtük a katalógust, az meg az is egy ilyen volt, hol most, ha mondom, ezt így, ha elmondom valakinek, hogy és akkor mi van. De nem, hogy, hogy, hogy a személyi ugye, jogok, hogy bementem egy könyvtárba, mondjuk tételezik föl, itt vagyunk nácegen, bemegyek a könyvtárba, a nácegi könyvtárba, csókolom, elmondtam, hogy mit akarok, és simán segítettek nekem, odattak száz címet, akik hogy jó ügy érdekében, Igen. együtt dolgoztunk, nagyon szépen köszönöm, vagy hely, azt mondja, nem vihetem el a címeket, hanem itt is volt olyan könyvtár, hogy száz címet, kis József, Csiszla, Dom 85, Óharadi, kész, ebből volt nekem 2000 cím. És akkor ebb, ezt feldolgoztam, és ezzel indítottam el 2000 embernek. Az volt a ötlet, hogy, hogy akik könyvtárba járnak, tehát nem, nem, fogom bebombázni, nem volt még arra se pénz, igen. hogy bebombázom fércsalló közt, hogy új, újságokkal, hanem cél pontosan menjen 2000 embernek a első katalógus. Tehát a posta. Igen, akik viszett. könyvtárba járnak, akikről föltételeztem azt, hogy szeretnek olvasni. És ez úgy látszik, hogy be is jött, mert nagyon sokan, meglepően sokan, karácsonkor az első ilyen akcióba így volt. És akkor még nem tudtam, hogy hogyan lesz. Akkor szkennet kellett venni, szép lassan, és akkor így épült. Ezt Kital... a is hozta. Igen. Kitaláltuk, hogy hú, ezt nem lehet havi szinten, mert az ember bevásárol, ugye, bevásárol könyvekből, ez nem olyan, mint a kifli. Tehát most veszek öt könyvet, azt el kell olvasni. Akkor negyed évente meg kell várni még azért szépen, és akkor eleinte így indult el, hogy volt egy tavaszi, egy nyári, egy ősi és egy karácsonyi szám, és az így szép lassan, lassacskán így fejlődtünk egyre nagyobbra és egyre jobbra. Most pedig úgy tűnik, hogy piacvezetők vagyunk. Vagy, megint jó helyen vagyok, jó, még én is mondom, hogy olyan vagyok, mint a Fülig Jimmy, mert abban az időben én voltam a legfiatalabb, és most pedig e, körülbelül annyi éves vagyok, mint a, a, abban az időben a könyvszakmának az öme. És most azok mind megöregedtek. És e, sokan abba hatták. Tehát ez nem egy, olyan, nem egy olyan, vállalkozás, úgy látom, mint hogy például nyitok egy pékséget a faluban, megtanulom a szakmát, a gyerekeim pedig átvehetik, mert pékre mindig szükség van. Hogy mit tudom, én csinálom a, a ha, ha megfeszül a gyerekem, akinek mondjuk ő, mit tudom én, autószerelő akar lenni, akkor én hiába fogom neki mondani, fiam, itt van ez a könyvesbolt, vezessd ezt, 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 nem kell csak bekölt lépned, és kell csinálni, de ezt tehát kell érteni azért a könyvekhez, kell érteni a álmokat, kell érteni ugye, amit most felolvasott, hogy a könyv az nem csak egy termék, tehát Igen. az nem olyan, hogy nyitok egy nagy kert, aztán csölöpöket tele nyomom fával, és aztán majd elviszik. Kell a csapal mindenkinek. Ide jön a kert, főteszik kamionra, csókolom. Ennyi van. Értem a üzletet, van szerencsém, okosan csinálom, működtetem. Azért a könyvé, azért megfelelőképpen, mennyi darab kikóvassák, hölgyek, mit szeretnek, vannak ilyenek, vannak olyanok, mi fut, mi nem fut, milyen jó a cím alapja. Ebb, tehát ezzel foglalkozni kell. Tehát Álmokkal. Komoly, komoly Álmok, gondolatokkal kereskedünk. Nem biztos, nem? Tehát, hogy ön is mondjuk szereti a krimit, mert élhal, dolgozik, mind az állat, és akkor Hazamegy hatkor, és én rá akarom sózni so, a Daniel Stit, mert azt viszik mostanában, észrevettem. Hát nem. Rá kell, rá kell jönnöm, hogy, hogy mi az az embernek, ami kikapcsolja, amire vágyik, igen. hogy mi az. Valaki mással foglalkozik. Tehát ez, ez ehhez is ez adottság. Komoly, ez, ez komoly munka. Tehát itt, igen. itt már munkát végez. Igen, igen. Itt a spekuláció. Hát munkával történt spekuláció, vagy spekulációval történő munka. így van. De a, amit előtte mondtam, tehát ö, hiába nem akartam ennyit dolgozni, de nagyon sokat dolgozok. Ahogyan például a matekka is, hogy majdnem megbuktam, ö, az élet mégiscsak meg, megtréfált, mert folyamatosan számolok, tehát autóba számolok százalékokat, bármit szorzok, három, három négy szemű, vagy három négy tagú ö, számsort, 4255 szor, ször nem tudom mennyi kiadás, mennyibe kerül, annak mennyi, tehát autóba, mit tudom én, Budapestről, Buda, Budapestről megyek Dunaszerdehelyig, és kiszámolom, hogy kiadunk mondjuk 3000 darab könyvet, mennyit fogok fizetni a szerzőnek, a tördelőnek, mennyi lesz a címlap, az ISBN szám, hogy hogyan lesz, meg merre lesz, kinyomtatás, ennyit kaptam egy könyvre, annak 3000-nek mennyi, az össz, összvégbe mennyi, mennyi, mennyibe kell lenni a könyvnek, az árának, abból Adunk, hány, nem tudom, 45-50 a nagykernek, abból marad ennyi. Levonva a többit, érdemes kiadni, vagy nem? És mire hazaérek Dunasz megvan az eredmény? Fejbe. Úgyhogy a matex takos tanárnő az most uh, a, nem tudom most a nevét, de nagyon szigorú volt elem, az most forog a sírjába. <laughs> Mert már az is elment, szak, El, sajnos. Hát és Alá tanított? Ó, hát oh, attól féltem. Én is. Nagyon-nagyon. De nem ő volt szerencsén, ja. hanem egy fokkal jobb volt, az egy hölgy volt. Tudom, az meg. Az meg, az meg mi is az a bíró? Biro, igen, igen, Birole. igen. az is kemény volt, az is az kemény nagyon volt. kemény volt. Az van. elkapott engemet, hogy csaltam. És nagyon megmosott. Hú, kaptam egy ötös, rögtön végen volt. Hát én én azt hittem, hogy még Igen. mindig vagyunk, és akkor egy képetet kellett levezetni. De én nekem azért is bajom volt, mert ugye én, én kitüntetett voltam, és abba a időben próbálgatták ezt abba a időben óvatosan, ja. hogy nyolcadikból el lehetett menni. Én pedig elmentem nyolcadikból, és az összes osztálytársomnak a 80 százaléka, volt, kitüntetett voltam, elengedtek ja. nyolcadikból. És kilencedikből mentek. És ő nekik azért egy év, tehát az a négyzet a plusz b négyzet, én nekem az, azt nem is értettem, hogy ja. miről van szó, mert azt kilencedikbe tanították. Avval nem foglalkozott a iskolai minisztérium, hogy elengedték a hülye gyereket nyolcadikból, de komplett egy év hiányzott és én meg ott néztem ki a fejemből, hogy ezt mindenkinek tudni kell. Ja. Fiam, te nyolcadikból jöttél, és ebben szivattak. Nyolcadikból jöttél, és akkor, akkor áld meg is. Ja. Mondtam, hogy mi ezt itt nem tanultuk. Kit érdekel, fiam? Pontosan. Nagyon kemény volt. a. Azért mondom, hogy azért az ipari, az egy alma mater. Tehát, hogy, Azt hiszem, hogy igen. Az, az egy tartást adott, az akik onnan kijöttek abban időbe, időbe, de még most is azért. Most is, is, az. is megvolt a kapocs. Iparista, iparista, persze, én hogy. Pontosan. Tehát bárhol találkozunk é, iparistákkal. Ja. Lesz a, vagy lesz a családi könyvklub sorozat országjáról, vagy nem lesz? Igen, nem, nem. nem, lesz? nem. Mi már ö, online vagyunk. Ö, tehát, tehát minden a, ugye, online. Ne, online meg van katalógus is, tehát a katalógust ugye azt ö, Igen. szórjuk, de így, így nem, nem. Nem személyesen már nem. nem. Szerencsére van egy feleségem, tehát én egy raptor vagyok a marketingben, Igen. imádok üzletelni, és ö, Ö, megmondom őszintén, hogy így ilyen idézőjelben, hogy irigykedtem a Bödök Lacira, hogy a marha Laci, tehát, hogy hogyan szárnyal, ja. megnyitotta a pozsonyba a üzletét, rettenetes sokat dolgozott, én ismerem ja. őt személyesen, nagyon jó üzletemben, rendesen, nagyon pörög, tehát ő ilyen a dolgozik, tehát, és megnyitotta a másodikot, és most pedig ugye egy, egy birodalom, tehát nem tudom, 30-40 a Pantarei, tehát a Pantarei az egy ilyen fogalom Szlovákiába. És én nekem is ez volt a, a ideám, ah, álmom, hogy, hogy a családi könyvklub az olyan ideál legyen, mikor valaki azt mondja, a családi könyvklub, hogy például azt mondja valaki, hogy ifjú szívek. Tehát hogy a értelmesebb, ugye vannak a, a sötétek, akinek mondhatom azt ott, hogy ifjú szívek, ha meg micsoda, hanem hogy a értelmesebb azt mondja, hogy ifjú szívek, új szó, pátria, vannak azon csemadók, ezek, ezek, olyan nevek, amik, amik, márkák, tehát örök márkák. És az volt, a, az volt nekem a ideám, hogy hogyha azt mondom, hogy ezekbe bekerülni. Cse, hogy mikor azt mondja valaki, a csemadók, akkor bólint valaki. Ifjú szívek, igen, cserkészet, nem tudom mi. És akkor azt, ez között azt mondja, a családi könyvklub, uh -huh, a családi könyvklub. És akkor tudják, hogy ez micsoda. És akkor elkezdtem én is nyomulni, hogy fú, nyissunk egy üzletet, miért tudom én, nem tudom mi, és akkor a végén már királyhelmecen vagyunk, meg van egy hálózat, meg csinálni. És akkor a feleségem azért ő helyre tett, hogy mi hiányzik a ötödik hatodik kávé, vagy mikor még, este ja. nyolckor is akarná kávét inni, vagy micsoda, miért neked nem ölég ez a, hogy, hogy ezt csináljuk. Ez egy családi vállalkozás. Így is vannak 15-en. 15-en dolgoznak nálunk, és hogy ezt kell menedzselni és jött a Covid, vagy jöttek tényleg jöttek hullámok, mert ugye, hogy, ha, hogy hajós vagyunk, hogy, hogy hajóval mondjam a, a képet, hogy szélcsendben teljesen rendben van a hajón. De ha jön egy vihar, azt akkor ott, ott azt meg kell tartani a hajót. És úgy kell hogy a hogy célba érjen. Igen, igen, igen. Valahát Val, hát vihar fogkal kell menni. szeret olvasni még a magyar ember? Olvasnak. Igen, olvasnak határozottan. Tehát meg kell, hogy hazudtoljam önmagamat, mert én most 56 vagyok, 45 éves koromban, ezelőtt 10 éve én azt gondoltam, hogy vége a világnak. Én akkor halál komolyan ilyen coming out, ahogy mondják, hogy ki akartam szállni a könyvpiacról, hogy el fogom hagyni, és erősen gondolkodtam, hogy mivel fogok foglalkozni 50 éves korom után, mert ezelőtt 10 éve indult el az e-könyv. És Amerikában, New Yorkban meg olvastam a cikkeket, hogy több, több, elektromos könyvet adtak el bizonyos helyeken, mint valódi könyvet. És én akkor össze, össze mondtam, hogy azt a minden mondom, ezek most itt vannak, mire ide ér a hullám, addigra pont 50 éves leszek, és hogyha elkönyv, az elektromos könyv, meg az elektromos e-bookok, e -ok, meg ugye jöttek Mirek is, velem? jöttek is, meg egy Szinte bele se remegett a könyvpiac, mert azért a könyvolvasók nem vettek. Én azt gondoltam, hogy, hogy valahol a hatodikon egy nagy és őrült, mint aki kitalálták, hogy itt van öcsém, nem is vagy ember, hogyha nincs egy laptopod, Igen. meg nem tudom mit, és az emberek neki mentek, és vettek laptopot. Ha nem vagy, nincs, mit tudom én, ez a nem tudom micsodád, vagy okos telefonod, akkor nem vagy ember. Igen. És mondom, hogy valaki kitalálják a hatodikon egy menedzser, hogy kinyomunk egy óriás reklámkampányot. Nem vagy ember, ha nincs e-book readered, vagy nem tudom mi, és nem kell, hogy a egész világ olvasson el könyvet, csak a körnek a egyharmada szakadjon le, hogy őnekik már nem kell a normál könyv. Igen. Akkor az beleremeg az egész könyvpiac, mert, mert azok akkor ömelkednek az árak, hát, stb. Igen. stb és gond lesz. Szerencsére, le. igen, igen, és nem, nem, hanem embereknek ezt úgy használják, hogy például elmegyek kirándulni, nekem is van e book readerem, és akkor elmentünk kirándulni mondjuk itt én valahova, a tengerpartra, és akkor ugye nem viszek el egy komplett bőröndöt, hanem ott van egy e-book reader, amiben velem, és akkor ott olvasgatom, olvasgatom nyugodtan a tengerparton a e-book readert, vagy a, vagy, a repülőn olvasgatok, tehát nem kell ott szórakoznom a, a meg, meg ilyesmi. Úgyhogy helyre lett egyenlőre terülve, helyre került ez a történet, és az emberek, Kérdezgetem őket, tehát ők nagyon szeretik a könyvnek a illatát, szeretik megfogni, és én is ezt tapasztalom, hogy olyan furcsa olvasni. Tehát, hogy látom a display-t, nagyon kivantalálva, nagyon profi ez, a, ez az e-book reader de nem könyv, hanem mégiscsak az egy, egy, egy ilyen diszplejéről óvassa az Így van, így van, nem teheti, nem tehetek oda egy szamárfület, Pontos mert ez a enyém. Így nem mehetek mellette lángost, Pont. mert mi van, hogyha lángos, belemegy a küttyűbe, a zsír, meg a mit tudom én. Ez a könyv, ez egy használati tárgy, ezt imádom, ezt, ez nem egy szent dolog, ezt megfogom, arrébb teszem, kiteszem, a WC-ben használom, bárhol használom, beülök a kádba, ott használom, szóval Élvezni, aki, aki olvassa a könyvet, az pontosan tudja szerintem, hogy, hogy miről beszélek. Tehát akkor a Családi Könyvklub túlélte a covid is, és, Túl. és szerintem ez egy jó válasz. Meg Megerősödve jöttünk ki De, belőle. Mert, mert merem állítani, 50-60%-kal ugrottunk, mert azelőtt volt a weboldal, ugye akkor bezártak ja. a üzletek több hónapra, és nekünk már előtte, jó időben, jó, jó helyen, teljesen véletlenül, pont márciusban, mikor elkezdődött a COVID 2020-ban, nekünk akkor fejeződött be egy nagy projektünk, hogy a weboldalunkat föltuningoltuk. Tehát belefektettünk egy kisebb vagyont a karácsony utáni profitból, mi egy kisebb vagyonnal belefektettünk januártól. Mi nem tudtuk, hogy jön a COVID, csak mondták a webmesterek, hogy Január 10-e körül leültünk, és azok kezdtek dolgozni, hogy olyan március 15-re, mondom március 15, ez így, hogy március 15, oké, okay, március 15, a olyan az egy olyan jó közepére megvan. És 13-án lezárták a üzleteket, és nekünk lett egy vadonatúj, vadonatúj, működő, modernebb weboldalunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a COVID az embereket Megnyomtak egy gombot bennük, és 60 pluszosok, akik teljesen ö, tehát mellékszálon voltak, tehát nem foglalkoztak, tehát telefonon rendeltek, vagy még. Tehát ők egyszerűen komplet generáció áttált az online-ra. 64-67 éves emberek tanultak, meg ö, megtanulták a unokákkal csetelést, mert, mert szükségük volt rá. Az IQ, tehát úgy mondom, hogy a számítógépes IQ-juk, az ö, fényéveket ugrott előre. Azok az emberek, akiknek semmi közük nem volt, nem volt számítógépek. Vett a fia neki, mondjuk mamának vett egy laptopot, és megtanította, egész nap otthon volt, és érdekelte őt, ugye az, hogy vegyen valamit, nem lehetett bemenni a üzletbe. Hát a mama megtanulta. Megtanultak rendesen, egy komplet generáció óriási ugrott, hogy kártyával fizessenek. Hogyan tudják leolvasni a kártyát, megrendelték a könyveket, megrendeltek bármit, a dílerek ugye meg Igen. vitték a, a, az árut a családokhoz, és ez a két év arról volt jó, hogy teljesen normálissá vált a weboldal. Tehát, ha jól látom, akkor ez nem egy földpumpált vállalkozás, hanem egy életképes vállalkozás. Hát remélem. Hát reméljük, hogy az is marad. Mit tartok a Bárra az évre még? Hát, ugye mondtam, hogy napokon belül egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy a könyvesboltunk megduplázódik a max egy új óriási csarnokban fogunk, majdnem egy 200 négyzetméteren, eddig 80 volt, most 200, és egy teljesen új dizájn van, tehát ezzel fogunk foglalkozni folyamatosan erősítjük a online marketinget, és ezzel foglalkozunk, úgyhogy ez a szakmai szinten. Könyveket adunk ki, karácsonyra ki fogunk adni, tehát mi azért könyvkiadó is vagyunk, Igen. ilyen történelmi kalandregényeket, Magyarországon van cégünk, kiadunk, úgyhogy már a, a, korrektoroknál van a könyv, nagyon jó. Akkor már jó helyen igen, igen, tehát már csináljuk a könyvet. Úgyhogy már csak a címlapot, meg a egyéb dolgokat kell intézni. Nagyon jó regény. Adrián játszódik a 16. századba a horvátoknak a, még az is van benne, hogy akár, hogy megkóstoltatjuk a horvátokat, mert a nemzeti gyökér csak szól, a uszkókokról szól. Én szenvedélyes vitorlás vagyok, szeretek vitorlázni Balatonon a tengeren. A múlt is Igen, igen, igen. Éppen egy, most a, voltam a Kanári-szigeteken, ott egy gyakorlaton voltam, az pedig arról szólt, hogy direkt a, kimentünk a tengerre viharban. Tehát tengere magyar. Igen, igen, viharban is, és ez a kalózkapitány ez, a, ez a, Kalóz Kapitány az a címe, és azt kértem a szerzőtől, hogy, hogy legyen benne, tengeri ütközetek, vitorlásokkal, hogy az, aki olvassa, az legyen ott a tengerén. Érezze, hogy rocsog, repegnek, rocsognak a, vagy a rípek, ropoga ugye repeg, ropog a, a vitorla, vitorla, húzzák fel a vitorlát, hogy olyan legyen, mint egy ilyen vitorlás könyv, amikor jön a szél, a bóra, jön a, mit kell csinálni, mikor főhúzzák a, a, a grózt, mikor főhúzzák a fokot, mikor fordulnak, mikor ezt csinálják, mikor azt csinálják, tehát hogy egyfajta életérzés legyen. Úgyhogy ez Mind, mind benne van, zseniális könyv. Törökök, török szultaniátus, a velenceiek háborúznak bele van keverve, még az rényiek is benne vannak. Tehát egy igazi, komoly nagyon komoly könyv lesz, és közben egy, szá, egy szórakoztató kalandregény. Super. A száz legsikeresebb felvidéki magyarnak lesz folytatás? Ah, nem, az pont egy beletenyerejtem, tehát itt kaptam hideget, meleget. Ö, azt túl is nyomtuk, de aztán sikerült, ö, ö, tehát nagyon-nagyon érdekes volt. Ez onnan jött, hogy ugye Magyarországon kiadják a száz leggazdagabb. Igen. Hát mondom, az túl nehéz feladat lenne, de mondom, hogy száz legsikeresebb. Ebből nagyon jó ö, ilyen szociális robbanás Igen. volt belőle, és nagyon örülök ennek, mert kiderült, hogy nem száz, mert ugye jöttek, hogy miért nem tetted bele ezt, Marad miért nem csináltad ezt, ezt is kimaradt, és ö, olyan, olyan neveket kaptam még, hogy hogy lehetne például akár még talán, még különben lehetne ezt folytatni, mert azóta elment, az már jó pár éve ezelőtt volt, de biztosra veszem, hogy, hogy lehetne még simán olyan százat találni, mert mikor megjelent ez a száz legsikeresebb szlovákiai magyar, és úgy próbáltunk ilyen zsánereket csinálni, hogy tanárok, mérnökök, művészek, tehát zsánerek, a egy négyet, ötöt mindegyikből, nyolcat, azokból a különböző menedzserektől kezdve, hogy ez ilyen, ez ilyen szubjektív alapján ítéltem oda. Viszont pedig mondjuk újságíróktól kezdve menedzsereken keresztül volt több száz cím, amit, hogy kit találnak, így, így jött ki a száz név. De ez olyan, mint mondjuk, itt látom itt ezt a képet a, a falon. Vajon mondjuk ugye lehet gondolkozni, hogy ki a legsikeresebb, vagy melyik a legjobb festő? A Picasso, a Van Gogh, vagy, vagy tehát mondani Igen. akárkit, hogy melyik az? Te ezek, ezek, mind, mind korszakalkotó művészek. És ebben a, ebben a zsánérben is, ha úgy vesszük, hogy van egy sikeres orvos, most ő, mit ő sikeresebb, mindez a másik. Van egy sikeres ö, író, Mitől mit mit jobb? Mit ő jobb hogy, Vagy egy sportoló? Igen, mitől jobb? Azért jobb. A sportolónál az nagyon egyszerű, mert ott, ott másodpercek vannak. Tehát azért a legjobb futó, mert ő nyerte az olimpiát. Érté. A harmadik is nagyon jó futó, ország a legjobbja, hiszen azért küldték amerikaiak. De az orosz lenyer, megnyerte. Vagy a magyar. Nem? Tehát mi hatalom vagyunk, már mint a magyarok, mondjuk evezésbe, kézilabdába. 10-12 aranyat szoktunk ja. kapni, és a többiek is jók, hát azért vannak ott a olimpián, de a magyarok a legjobbak, és akkor ők a legjobbak, egyszerűen véve a figurát. Ha akarnák egy ilyent, hogy a legjobb, mit tudom én, nevezősök, akkor ott a elején csak a magyar magyarok van. lennének, és utána jönnének a németek, meg a ki tudja kik. Ránézzük az órára, Több mint másfél órát beszélgettünk. Ez idáig nem volt alkalmam ennyit önnel beszélgetni, de remélem, hogy még lesz alkalmam tovább szélni gondolatokat. Én örülök, hogy ellátogatott a stúdió, is beszélgethettünk, de még mielőtt befejeznénk, van előttem 112 kérdés. Ha mond három számot, társítok mellé három kérdést. Hogy mondjak egy számot? Igen, háromat. Egyet, 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 és akkor jön a három, Aha. És három Legyen a hetes, mert a magyaroknak ugye a, a hét... Az Igen. Itt. Mikor fülendet utoljára? Ö, szerintem napok mindig. Tehát én, én azért sokat hazudok. Aha. Ö, van olyan, hogy hogy jó akaratúan, tehát mit tudom én, hogy azt mondanám, hogy mit tudom én, hogy milyen jól áll önnek ez a bajusz. De nem igaz. De nem igaz, mondjuk. De ebben önnek bókolok és felszerelem van. Kedveskedtem. Tessék? Kedveskedett. Igen, kedveskedtem. Én nekem ez nem fájt. Nekem jól esett. Önnek jól esett. De, De van egy igaz. csomó ilyen. De sokszor, sokszor bluff fölök is, ugye, üzleti üzleti ja. szinten is blöff, Tehát én, az ember mindig hazud, hazudik. Van egy ilyen filozófus, hogy az emberek állandóan, tehát ugye, tehát ez, ez olyan. Ez olyan nagyon durva leszek most, hogy, hogy, egy férfi 21 másodpercenként gondol a, szex, gondol, gondol a szexre. Valószínűleg ez így van. De nem így, hogy állandóan erre gondol, hanem meglát egy, egy, egy szép nőt, vagy lát egy másik, lát egy nőt, akkor abban a pillanatban, ha leállítaná azt az akatolását, akkor, 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 valóban azt mondaná, hogy a itt, hogy ez tényleg így gondoltam, vagy ö, utat nyitok, ugye kinyitom a ajtót egy szép hölgy előtt, és elnézek mellette, az bizony, ez erről szólt, mikor utána néz valaki, egy apuka ott van mellette, felesége, és elmegy a néni mellette, hát az arról szól, úgyhogy ne mondja azt, tehát hogy ez így van. Tehát az emberek is hazudnak. Tehát az, meg, aki ezt mondja, e, igyekszek igazul élni, de el kell mondjam. persze, ez Most hazudtam volna, ha azt mondom, hogy nem, 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 nem szoktam hazudni. Valóban... Akkor azt mondanám, hogy most hazudok. Igen arra történt arra, szó, hogy a szép szak nem mindig igazak, igazak pedig nem mindig szépek. Igen, igen, igen. Második szám. Legyen a 30, mert, vagy egyes. Egyes, egyes. mert januárban születtem, legyen ez Mi az, az egy dolog, amit mindig szeret volna megcsinálni, de még nem jutott rá idő? Mi az, amit mindig szerettem volna megcsinálni? De még nem jutott rá idő. Hát az, hogy vitorlázzak a... Valamikor volt egy ilyen, hogy néha-néha, hogy körbe, körbe tekerjem a világot. Igen. De arról már lemondtam. Mint van ő, igen, igen. Vagy a mesterem a Méderáron, ő a tanulok, tanultam, igen. és ő elmondta azért a dolgokat, hogy, hogy az, az, ahhoz nem kell, hanem inkább én azt szeretném, hogy egy ilyen egy hetet, két hetet vitollázzak a földközi tengeren. Nekem az egy, az egy óriási élmény lenne. Tehát így elmenni, mit tudom én, Görögországba, vagy, vagy egy ha hónapot. Nem mondjuk, hogy nyugger leszek, hogy el tudom képzelni, hogy, hogy uh, nyugger vagyok, ugye, elmentem nyug, nyugdíjba, van, egy, van valami nyugdíjam, és akkor kibérlek egy hajót, nem egy saját hajót, tehát ja. ez azért az túlzás, mert abba törődni kell, annak van díja, kikötődi, ki lehet bérelni egy hajót simán, és akkor egy kicsit ott uh, ellazulni, jönni-menni, egy több mint egy hetet, legalább két-három hetet a helyről B helyre, össze-vissza, a Görögországba, megkerülni, a, megkerülni a, az olasz csizmát, Sziciliába jutni, följutni mondjuk egészen Franciaországig, ilyenek. Oda kívánom. Igen, igen, köszönöm. A harmadik szám. <laughs> az a harmincas. A harmincadikán 30. születtem januárban. Igen. Be. Igen. Azt mondja, hogy... Nagyon komoly. Milyen személyes céljai vannak még? Hát ö, ö, lehetnék mondjuk, ugye már 56 évesen, hogy ö, minél kényelmesebben éni, és akár én a nyugdíjas éveimet, én úgy nem úgy képzelem, hogy 70 éves koromig dolgozzak hanem én olvastam még a 20 éves koromban, amikor kezdtem a vállalkozást, a gazdagpapa, a szegénypapa, az egy nagyon komoly könyv, a Kiuszaki, egy gazdasági szakember, és ő arra bátorít mindenkit, hogyha teheti, akkor coming, tehát olyan, hogy, hogy áll, álljon le, hogy nem érdemes 70 éves nyót, hogy végig dolgozni. Tehát, hogy azok típusok... Ja. Itt most látom az amerikai elnököt, tehát állva elalszik, és még most is akar menni. Tehát oké, okay, rendben van, a Bidenről beszélünk, igen. ugye, nem tudom, 80 éves, és Álva elalszik, de ő még most is, akar, most, most is akar államelnök lenni. Legfeljebb fog aludni. Igen, igen, de van mögötte egy tím, rendben van, de mögötte nincs egy tím, tehát hogy én nekem ez nem így van, hanem mondjuk ilyen, hogy még a, tehát hogy, hogy kellő időben meg, megpillantsam azt a, azt a pontot, hogy most álljak le. Mert sok, sok, azért sok barátom, sok ismerősömet láttam azt, hogy végig dolgozta az életét, hajtott, mint az állat. És valahol 67-68 éves korában pedig meghalt. Mert infartot kapott meg, nem tudom mi. Pont ezt, amit mondott a feleségem is, ugye, hogy, hogy lehetne terjeszkedni, még többet akarni, még többet dolgozni, de már ne akarja meginni a hatodikot. Tehát, hogy van, tehát végig nyomtam van, a időt. Igen, valahol meg tudjak állni, és utána pedig egy ilyen, tényleg a pank az nem halott, de hogy, hogy nyugodtan elengedje magam, és a hobbijainak éljek, hogy egy, úgy, mint a faterom, az 58 éves korában elment, és 88 éves koráig a rózsáinak élt, és nem szuper. Tehát, hogy nem, nem kell, nem kell végig dolgozni az, az éveket, hanem megtalálni a alkonyban és azt a pontot, amikor leteszi valaki a kardot, és azt mondja, hogy nyugi. Legyen úgy. Kedves Attila, köszönöm, hogy Ellátogatott a stúdióban. Én köszönöm, nagyon örülök neki. Köszönöm. Itten. Hogy beszélgetettünk, és olyan dolgokról beszélgettünk a mai napon, amiről nagyon keveset beszélgetnek a, ja. a könyvről. A könyvről, a könyvterjesztésről, hiszen ma a mobiltelefonokról beszélgetnek, a számítógépekről, mi kicsit másról beszélgettünk, de jó, hogy erről beszélgettünk, és örülök annak, hogy ön úgy látja, hogy még vannak olvasók, és a magyar vidéken, a magyar tábor is még olvas. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és ha kedveszottyan, és tud valami újat mondani, szívesen már most tudja. Nagyon így. szépen köszönöm én is, és még azért is, hogy ilyen jó uh, kilátásom volt Párizsra, ez egy zseniális uh, kép, ami itt van ön mögött, hogy aki itt jönnek vendégek, egy, egy ez a, szerintem a Champs egyik Pontosan. részlete. Voltam Párizsban, és mondom, hogy úristen, 30 éve ezelőtt voltam Párizsba, és most ezt láttam, ezt a század elői hangulatot, zseniális. Lehet, hogyha látják a, a, a nézők, akkor igazat adnak nekem, hogy nagyon-nagyon jó hangulata van. Esik az eső Párizsban, 1903, nincs háború. Hölgyek mennek, a, a konfliktusok, zseniális, nagyon, nagyon szép kép ez. Köszönöm szépen, és pontosan amikor esik az eső, akkor is lehet beszélgetni, de amikor süt a nap, akkor is, és nem azt jelenti, amikor nem látjuk a napot, hogy ellopták volna, tehát akkor is beszélgetjük. Igen, felhők mindig kikazik. Köszönöm. köszönöm szépen. Én köszönöm szépen.